Testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg négy új napirendet. Előterjesztés ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, előterjesztés a Világos Magyarországért versenyben történő részvételről, előterjesztés Cserepes Ádám támogatásáról, határozati javaslata 31/2014 második 14 határozat módosításával kapcsolatos előterjesztés, a fenti négy napirendi pontot a meghívóban szereplő 17-es napirend után egymás követően javaslom megtárgyalni. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a meghívóban szereplő 12-es és 13-as napirendi pont összevonásra került. Kérdezem, hogy a napirendekhez kapcsolatban van-e észrevétel, megjegyzés, kérés? Ha nincs ilyen, akkor a napirendekről döntenénk most. Kilenc igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került a napirend. Jegyzőkönyv hitelesítő személyére kérnék jelölést. Buczko József. Ötvös Attila képviselő urat javaslom. Ötvös Attila képviselő urat. Elfogadja, úgy látom, akkor döntünk a személyéről. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen, egy személy nem vett részt a szavazáson. Ötvös Attila megválasztott a jegyzőkönyv hitelesítőnek. Egyes napirendi pont tárgyalása következik, ez a polgármesteri jelentés, amihez nekem nincs kiegészítésem, ha csak annyi nem. Itt a napi napon voltam a belügyminisztériumban, aláírni egy szerződést, pályáztunk a Somorjai László sportcsarnoknak a belső felújítására, és tegnap aláírtam a szerződést, ez egy 15 millió fontos támogatás. Ugye a tavalyi évben a szociális helyiségnek a külső felújítása történt meg teljes nyilászáró cserével és hőszigeteléssel, most pedig a vizes helyiségek és a belső felújítása fog megtörténni a sportcsarnoknak. Nagyon rossz állapotban van, nagyon fontos beruházásról beszélhetünk. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Észrevétel, megjegyzés? Ha nincs ilyen, akkor a határozati javaslat első fejezetéről döntünk most. Kilenc igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került. Kettes fejezetéről döntünk most. Ugyanígy egy hangú szavazattal elfogadásra került. Kettes napirendi pont tárgyalása következik, az a meghívóban a szintén kettes napirendként szerepelt előterjesztés a Hajnalsváros önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Mind a négy bizottság megtárgyalt és mind a négy bizottság elfogadásra javasolja. A rendeletünk nem tartalmaz három olyan kötelező jogalkotási tárgykört, melyet az önkormányzati törvény előír. Ezt a hiányosságot pótolja az előterjesztett rendelet tervezet. Egyidejűleg átvezettük a rendeleten a szakfeladatrendet 2014. január 1-től felváltó kormányzati funkciókódokat. De a egy technikai módosításról van szó. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? A bizottságok egyöntetően támogatták. Ha nincs észrevétel, akkor most döntünk a határozati javaslatnak megfelelően. Kilenc igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került. Köszönöm szépen. Hármas napirendi pont tárgyalása következik. Előterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályáról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés. Bizottságok tárgyalták, három darab, mind a négy bizottság tárgyalta, mind a négy bizottság elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság plusz javaslattal. A rendelet módosítása azért vált szükségesen, mert gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre gyakrabban kerülnek önhibájukon kívüli élethelyzetben olyan személyek, akik a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben foglalt értékhatárt meghaladják. A módosítás bevezetésével kiszélesítésre kerül a kivételes méltányosságban részesíthető köre, melyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kevesebb városlakó létfenntartása kerüljön veszélybe. Kérném a pénzügyi bizottság álláspontját. Ötvös Attila képviselő. Polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! A bizottság megtárgyalta, és három igen és egy tartózkodás mellett 85.500 forintra javasolja felemelni ezt a rend, tehát az méltányossági segély
Egy kisebbségi vélemény megfogalmazására került sor. Török képviselő úr, ő magasnak tartja, ő továbbra is a 71.250 forintot javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen a javaslatot. Én magam részéről azt gondolom, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy van úgy, hogy 50 forint vagy 100 forint az a többlet, amivel rendelkezik valaki, és egyszerűen nem lehet méltányosságot gyakorolni, mert hogyha az le van írva, hogy 72.500 forint, akkor hogyha 72.600 forint valakinek a jövedelme, akkor nem lehet. És én magam részéről támogatom és javaslom, hogy a képviselőtestület azt az emelt mértéket fogadja el, amit a pénzügyi bizottság is javasol. Kérdezem, hogy az előtérlesztés, ez van-e kérdés? Észrevétel, megjegyzés? Ha nincsen, akkor a határozati javaslatnak és a bizottság álláspontnak megfelelő dönteni most. Tíz igen, egyhangú szavazattal az elfogadásra került. Négyes napirendi pont tárgyalása következik. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Tárgyalta minden négy bizottság, és minden négy bizottság elfogadásra javasolja. A rendelet megalkotására azért volt vált szükségesség, mert az jelenleg hatályos rendelet 2008-ban került elfogadásra, és azóta számos módosítás kerül bevezetésre, melyeket egységes szerkezetben célszerű foglalni. A rendelet tervezett jövedelemhatárral összefüggő összegszerű módosítást nem tartalmaz, a korábbi rendeletben szabályozott ellátások teljes egészében átemelésre kerültek a korábbi rendeletből. Tulajdonképpen egységes szerkezetbe foglaljuk, hiszen ezek korábban három rendeletben voltak szabályozva. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Észrevétel, megjegyzés? Ha nincsen, akkor a határozati javaslatot megrendelni most. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. Ötös napirendi pont tárgyalása következik. Ez előterjesztés az önkormányzat 2014 évi közbeszerzési tervének jóváhagyására. Minden négy bizottság megtárgyalt, és minden négy bizottság elfogadásra javasolta. A pénzügyi bizottság az kiegészítéssel élt. Tulajdonképpen törvényi kötelezettségünk az, hogy 2014 évre is a közbeszerzési tervet jóváhagyjuk, és természetesen, amikor újabb fejlesztések, nyerünk forrásokat, akkor ezeket a közbeszerzéseket szerepeltetnék el a közbeszerzési tervben. Hál' Istennek ez az év ebben a tekintetben kifejezetten gazdag lesz, és jó reménnyel bízhatunk abban, hogy még további fejlesztések fognak tudni megvalósulni akár ebben az évben is. Erre biztató jeleink vannak, és kérném a bizottságnak a javaslatát. Igen, a bizottságunk négy igen szavazattal javasolja ezt elfogadásra, azzal, hogy a 2014 évi közbeszerzésről a fejlesztési hitelfelvétel törlését javasoljuk, mivel a Bocskai 79 ingatlanra vonatkozó beruházás értéke csökkent, emiatt a felvethető fejlesztési hitel összege is jelentősen módosul, amely így már nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Észrevétel, megjegyzés. Az ötös napirendről határozati javaslatára döntünk most. Tíz igen, egyhangú szavazattal elfogadásra került. Hatos napirendi pont megtárgyalása következik, az előterjesztés a szociális szolgáltatások hagyományosan történő biztosításával kapcsolatos előterjesztés. Tárgyalt az Egészségügyi Szociális Bizottság elfogadásra javasolja, plusz javaslattal. Az egyes szociális szolgáltatások önkormányzatunk által kötelezően ellátandó körének áttekintésre szükséges, melyre a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, szociális és gyámhivatal megkeresése alapján kerül sor. Az előterjesztés alapján a képviselőtestületnek arról kell határoznia, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy mely hiányzó szociális szolgáltatásoknak és milyen módon tud eleget tenni. Bizottsági álláspontot szeretnék kérni. Kovács Zsolt elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim. Bizottságunk a napirendi pontot megtárgyalta, és az a javaslatunk. A napirendet majd legtöbb júniusban fogjuk ismételten tárgyalni, és azt javasoltuk, hogy addig az érintett tevékenységet végzők
mert keresünk meg, akik szociális tevékenységet végeznek, megkeresőket azzal, hogy milyen plusz lehetőségeik vannak. Én egy intézetbevetővel beszéltem, aki már elmondta, hogy ők funkcióbővítésben gondolkodnak, tehát azt mondom, hogy már a júniusi bizottság, illetve a testületülésen már ennek tudatában tudunk ismételten tárgyalni. Az fontos talán, hogy a mostani rendeletnek megfelelően egyébként a városban működő tevékenységek a törvény által előírtaktól magasabb szintű ellátást nyújtanak. Ezt a 10 lakos fölött önkormányzati tevékenységként rendeli el, de már most működik is magasabb szinten történnek, mint amit a törvény előír. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Dr. Juhász Endre, a polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők testület! A kérdésem az előterjesztéssel kapcsolatban az, hogy a szociális kerekasztal, mint intézménynek valóban, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hálás feladata lenne, és talán a szociális kerekasztal elé kellene utalni ezt a bizonyos egyeztetést. Nem tudom, hogy ennek a terv szerinti ülése mikor várható, hogy beleférünk-e még az időbe. Köszönöm szépen, további kérdés. Nincs olyan eljárás, hogy egészen hívásnak, persze a bizottság egészít, vagy testület egészítse ki a hatjamat. Köszönöm szépen. Az a jelzés, hogy természetesen nincs akadály, határozott javaslat ezzel a módosítással ki kell egészíteni, magam részve ezt a javaslatot befogadom is. Akkor hívjuk össze a szociális kerekasztalt. Kérdezem, hogy van-e más kérdés, észrevétel, megjegyzés? Tóth Imre képviselő úr. Egyetlen egy észrevételem van a napirendi ponthoz, ami a test vagy a bizottsági ülésünkön elhangzott, ahol is arról volt, hogy nagyon körültekintően kell ellátnunk ennek a kérdésnek a kapcsán, hiszen van olyan szolgáltató, ahol vannak bizonyos problémák, olyan folyamatban levő ügyek, aminek a lezárását meg kell várni még, mielőtt az ember egy ilyen kapcsolat elmélyítésébe gondolkodik. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, ha nincs ilyen, akkor azzal a kiegészítésen, amit a polgármester úr javasolt, akkor döntünk a határozati javaslatról. Tíz igen, egy hangú szavazattal elfogadásra került. 8-as napirendi pont tárgyalása következik, ez pedig nem más, mint az előterjesztés, a 7/2013 első a 24-es számú képviselőtestületi határozat és a 481/2013-11. 28 számú képviselőtestületi Alaposztam egyet? Kettőt hajtották. Hivatal alapító. Elnézést. 7-es napirendi pont tárgyalása következik, akkor a 8-as helyet előterjesztés hajnási közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosításáról. Tulajdonképpen egy jogszabályi változásnak teszünk eleget. Technikai jellegű a változtatás. Tájékoztatom a testület, hogy a napirendhez módosítás került megküldésre. A bizottságok egy hangulag elfogadásra javasolják az előterjesztés határozati javaslatát. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Észrevétel, megjegyzés? Itt. Valószínűleg is nem még ezután. Nincs ilyen, akkor a határozati javaslatnak megfelelően tudunk most dönteni. Ez is a kormányzati most jön a 8-as napirend, amit olvastam az előbb. Tulajdonképpen ez a Belügyminisztérium integrált településfejlesztési stratégia kidolgozását támogató projektben való részvétel. Ugye korábban Városfejlesztési Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. Az előterjesztés a fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozása című programhoz történő csatlakozásról szól, ami nem más, mint hogy a Belügyminisztérium ezeket a feladatokat teljes egészében átvállalja és a támogatásáról biztosít bennünket, illetve ezt lekoordinálja. Ugye korábban volt ez az IVS, amit mi saját hatáskörben, saját forrásból kellett, hogy csináljunk. Most egy új szerkezetet kell megvalósítani, de ehhez a Belügyminisztérium minden segítséget meg is fog adni. Gyakorlatilag erről szól a döntés, és a korábbi döntésünket, hogy majd a IVS-t felülvizsgáljuk és saját hatáskörbe ezeket kiegészítjük, azt fogjuk most annulálni, hiszen erre most már nincs szükség, illetve ha jól tudom, akkor költséget sem fog jelenteni számunkra. Kérdések sorát nyitnám meg. Ha nincs ilyen észrevétel, megjegyzés, erre sincs szándék, akkor a határozati javaslatnak megfelelően döntünk most.
9 igen, 1 hangú szavazat az elfogadásra került. 9-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban is a 9-es napirend volt, előterjesztés az óvodában történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2014-15-ös nevelési évre vonatkozólag. A bizottság tárgyalt, a szakbizottság elfogadásra javasolja, és a határozati javaslatban az szerepel, hogy 2014. április 28-ától 30-ig 8 és 18 óra között hétfőn, kedden és szerdán lenne a beiratási határidő. Az óvodai jelentkezés helye pedig a Kassa utca 3 szám alatt lévő intézményegységünk. Szabóné Martéva. Kérdés, bizottsági? Nem, csak egy kiegészítést mondom. Tessék, akkor bizottsági. Tájékoztatást inkább, ha köszönöm a szót, polgármester úr. Ezt azért kértem szót, hogy tájékoztassam a lakosságot, hogy itt most a Városi Önkormányzat csak az óvodai beiratkozás időpontjáról dönt, mivel fenntartóként ugye az óvodának a fenntartója, de fontos hír, hogy ugyanebben az időpontban lesznek a beiratások az általános iskolákban is, úgy a Boskai iskolában, mint a református iskolában és a református óvodában is. Tehát a város összehangolta az egyéb fenntartókkal ezt a beiratkozási időpontot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Tomi György képviselő. Nekem annyi észrevételem lenne, hogy aki jár a városban, a Magyar utcán láthatja, hogy folyik a Gordbocskai iskolában az óvodának a beruházás, az építése. És tudom azt, hogy a Pelszer úti óvodában a jelenleg óvodai órába járó szülőket tájékoztatták arról, hogy, hogy milyen formában, hogy fog megvalósulni, hogy fog kinézni ez az óvodai intézmény. Én javasolnám azt, hogy a jelenleg beiratott gyerekeknek a szüleit tájékoztassuk arra vonatkozóan a Percel úti, illetve az Attila utcai oldalba beiratott gyerekeknek a szüleit, hogy hogy fog ez az óvoda kinézni, esetleg egy látványtervet is be lehetne a szülőknek mutatni, hogy tudjuk azt, hogy szeptemberben valószínűleg a gyerekek már oda fognak járni, és oda fognak kezdeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye egy fontos dolog, hogy a honlapon ezek a tervek megtekinthetőek. Intézményvezető asszonyt kérjük, hogy a beirat szülőket tájékoztassák, illetve volt is ilyen tájékoztatás. Szeretném fölhívni a figyelmet, mert elindult egy legenda, hogy itt most hány óvoda, meg hogyan fog bezárni. Ez a átszervezés csak a Percel úti óvodát fogja érinteni. Minden más óvodai egység a helyén marad. Szeretném megerősíteni. Jó? Ez vonatkozik az összes más óvodai egységre. A Percel úti óvodát fogjuk átköltöztetni a Magyar utca 104 alá, és azt arra kérne az intézmény vezetőjét, hogy akkor konkrétan tájékoztassa a szülőket az átalakítás mikéntjéről. Köszönöm szépen, dr. Jászlenda, a polgármester. Kérdésem a következő, a óvodai beiratásnál az óvodába, mint egységbe íratjuk be, vagy pedig az intézmény egységeket is már megválasztják, vagy megjelölik a szülők, vagy pedig már meg is választhatják, vagy pedig az később kerül eldöntésre, mi a óvodának a álláspontja ezzel kapcsolatban? Intézményvezető azt, hogy parancsoljon. A gyakorlat, a napi gyakorlat, azt mutatja évek óta, hogy mivel szabad óvodaválasztást biztosítanak a szülőknek, nyilván jelzik, hogy melyik szülők, melyik óvodába szeretnék leginkább beiratni a gyerekeket, de általában kérni szoktunk egy második óvodát is, pontosan azért, hogy azokat az aránytalanságokat próbáljuk kiküszöbölni, hogy az egyik óvodában mondjuk 30-as létszámmal mennek a gyerekek és csoportokban, a másik óvodában pedig mondjuk 22-23 fővel, tehát próbáljuk egyenlíteni ezeket a folyamatokat, ezért a két óvoda közül biztos, hogy valamelyikbe bekerül a gyerek, tehát ez a gyakorlat. Egyébként az intézmény egységbe íratjuk be a gyerekeket, annál is inkább, mert körzethatárok nincsenek, de a köznevelési törvény meghatározta azt, hogy a lakóhelyhez legközelebb eső lehetőleg, illetve a szülő munkahelyéhez legközelebb eső óvodába lehet beíratni a gyerekeket, attól függetlenül, hogy szabad óvodaválasztás van. Szeretném itt tájékoztatni még a lakosságot arról, hogy Hajdunánás óvoda, Hétszínvirág óvodája, a Tedei óvoda kezdeményezésére próbálunk Tiszavasvár irányában is gyerekeket
invitálni arra, hogy válasszák a tedei óvodánkat, hiszen ott két csoportnak a feltételei megvannak, és hogyha a szülők ezt igénylik, akkor fogjuk lehetőségként biztosítani akár a két csoport megindítását is abban az óvodában, összhangban a fenntartónak az igényével és elvárásával. Most egy reklámfilm, illetve egy képújsághír fut a Tiszavasvári televízióban. Hát bízunk abban, hogy itt is bővítésre fog majd sor kerülni. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy van-e egyéb észrevétel a testület részéről, Szabolné Martéva. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr. Itt van még egy fontos dolog, amit szeretnék elmondani, mert az is okozhatott különböző legendákat, amiről beszélt polgármester úr, hogy a Percel utcai óvoda 3 csoportos, és a kialakított óvodai férőhely 4 csoportos hely is hely, de a pályázatunk úgy szól, hogy kapacitásbővítés, és az a plusz csoport, amelyik a Magyar utcára fog kerülni, azt az új férőhelyekből kell, ezt pontosan megnéztük a pályázatban. Tehát nem más óvodai csoport lesz elvonva, hanem az új férőhelyes csoport kerül 4. csoportként erre a telephelyre. Köszönöm szépen. Szavazás következik akkor, elhangzottaknak megfelelően. Most döntünk a beiratkozás időpontjára. Köszönöm szépen, egyhangú döntés született 10 igennel. 10-es napi rendi pont tárgyalása következik, az előterjesztés a 404/2013-31-es számú képviselőtestületi határozat módosításával kapcsolatos előterjesztés. Három bizottság tárgyalta, mind a három bizottság elfogadásra javasolja. A képviselőtestület a 404/2013-31-es számú képviselőtestületi határozatával döntött arról, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat városi bölcsőde intézménye fenntartói jogát 2014. január 1-e napjával átadja az erre célra létrehozott társulás részére. A működési engedélyezés és eljárás elhúzódása miatt ez április 1-én tud indulni maga a társulás. Azt szeretném hozzáfűzni, hogy a bizonytalansága miatt a költségvetésben egyébként fél évtől számoltunk az átalakulásra, de mivel megtörténik április 1-ével, ez pozitív hír, mert a költségvetésünk számára ez többletet jelent, hiszen április 1-től az emelt normatívával lehet finanszírozni ezt a társulási működést. Kérdés van az előterjesztéshez. Észrevétel, megjegyzés? Nincsen, akkor a határozati javaslatnak megfelelően döntünk most. Egyhangú szavazat 10, igen, egyhangú szavazat az elfogadásra került. 11-es napi rendi pont tárgyalása következik, az a meghívóban úgy szintén 11-es volt, az a munkabérhitel igénybevételével szóló előterjesztés. A bizottság, pénzügyi bizottság tárgyalta és a javaslatot támogatja. Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása az idejében is igénybe kívánunk venni 60 millió forint keretösszegben munkabérhitelt, mint hogy ez korábban is történt. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Észrevétel. Ha nincs ilyen, akkor most döntünk a munkabérhitel igénybevételéről. Tízigen egyhangú szavazattal az elfogadásra került. 12-es napi rendi pont tárgyalása következik. Ez a meghívóban még 12-es, 13-asként szerepelt. Ezek összevonásra kerültek. Pénzügyi és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja, kiegészítéssel, egészségügyi és szociális bizottság elfogadásra javasolja, plusz javaslattal, művelési oktatási ifjúság és sportbizottság elfogadásra javasolja, plusz javaslattal, városfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja, plusz javaslattal. Tájékoztatom a testület, hogy az előterjesztéshez plusz határozati javaslat került megküldésre. Bocskai út 79 szám alatti 32 lakásos társasház pecskázként történő hasznosításáról, valamint az újház helyi önkormányzati tulajdon ingatlanok értékesítésé és azok beépítéséről tájékoztatást az előterjesztés. Ha röviden össze akarom foglalni, akkor ugye a Bocskai 79-cel azért végebb ideje foglalkozunk, és én azt kértem a kollégáimtól, hogy a Bocskai 79-nek a jelenlegi állásáról adjunk egy olyan tájékoztatást, ahol egyrészt a képviselőtestület, másrészt a város lakói is tudomást szerezhetnek arról pontosan, hogy milyen fejlesztésük és hogyan áll most a Bocskai 79.
illetve van egy sor olyan döntés, amit most a képviselőtestületnek meg kell hozni. Egyrészt ugye most már eljutunk odáig, hogy a hőszigetelése meg fog történni a közeljövőben az épületnek, és én azt gondoltam, hogy a képviselőtestület hozzon arról döntést, hogy milyen színezése legyen ennek az épületnek. Másrészt pedig az lenne a javaslatom, és ez a határozati javaslatban is ott van, hogy májusra készüljön egy olyan szabályzási terv, ami arról szólna, hogy akkor milyen módon és hogyan fognak tudni pályázatot beadni azok, akik szeretnének ebbe a lakásba beköltözni, és ugye van benne egy döntés, ami arról szól, hogy akkor fecskeházként kívánjuk az épületet működtetni. A Nyúl utca, Eszlár és a Nyúl utca sarkán lévő ingatlanokról korábban, évekkel korábban, azért aránál sokat beszéltünk, ez olyan 2008-ban volt, amikor ezzel foglalkoztunk. Ott pedig eljutottunk egy olyan szintig, ahol kidolgoztunk egy olyan programot, és most egy közfoglalkoztatási pályázatot is adtunk be, de erre most még nincs válaszunk. De annak a lényege pedig az, hogy azt látjuk, hogy azért a gazdasági válság végéhez érünk, és egy olyan költséghatékony lakásépítési programot szeretnénk indítani, ami egyrészt a értékek mentén is gondolkodik. Egy olyan előzetes tervpályázatot írtunk ki a tavalyi év végén, amiben döntést kellene hozni, hogy melyik pályázatot lehetne kibontani pontosabban. Ezt a döntést meg kellene hozni, illetve azt, hogy júniusra elkészüljön az a szabályozás, ami pedig ezeknek a telkeknek és ezeknek a lakásának a pályázati feltételeit tudná rendezni. Ezzel kellett volna kezdenem szerintem. Alapvetően mind a két esetben a cél és a mozgató rugója az lehet az önkormányzatnak, hogy ha ismerjük a jelenlegi demográfiai helyzetet, ez egy rendkívüli módon lehangoló helyzet. Most 150-170 gyerek születik egy évben, ez most egy pici emelkedés ebben tapasztalható, de ez aránylag belátható időn belül is 10.000 fő körülire fogja zsugorítani a város lakosságát, ha ezzel nem tudunk változtatni, ez egy stratégiai kérdés. Érdemi változásra van ahhoz szükség, nyilván ebben egy elem lehet a lakhatás kérdése, de biztos, hogy nem elégséges megoldás. Ugyanilyen fontos lesz a munkahely kérdése, a megélhetés kérdése, de az önkormányzat nem tehet arról le, hogy ebben a ügyben megvonja, hogy ne aktív módon cselekedjen. Az, hogy megvonja a vállát és azt mondja, hogy hát egyébként mindenhol csökken a gyerek létszám, az szerintem nem válasz erre a nehéz kérdésre. Másrészt viszont azt is szeretném jelezni, hogy a Bocskai 79 az egy idei projekt, azt tervezzük, hogy az idei évben akár ezek a lakások beköltözhetők is lehetnek. A Nyúl utca kérdésében ez egy későbbi, nagy valószínűséggel, hogyha szépen megy minden a sorján, az egy 2015-2016-os befejezésről beszélhetünk, és ott még azért több olyan bizonytalansági tényező van, amiben az önkormányzatnak még fontos és pontos döntéseket kell majd hoznia. Ez lett volna a bevezető. Ötvös Attila képviselő jelezte, hogy bizottsági vélemény szeretne ismertetni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk tárgyalt ezt a napirendi pontot, és a római 1-es határozati javaslatát 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadással javasolja, azzal, hogy a hátralévő, tehát a Bocskai 79-ben a hátralévő munkákra 157.881.738 forint összegben állapítja meg, illetve amit polgármester úr is jelezett a színnel kapcsolatban, ott a bizottság a szakbizottság véleményét támogatja vagy fogadja el. A második pontja ennek a bekezdésnek, ott szintén 3 igen 1 tartózkodás mellett javasoljuk elfogadni. Ott már a közbeszerzésben is volt róla szó, ebben, hogy a végösszeg csökken 394.702.000 forintról 315.950 forintra módosul a hitel, és így a közbeszerzés, tehát nem kell meghirdetni, hanem a polgármester úr a helyben lévő fiókoktól kér árajánlatot is, nyilván aki a legjobb ajánlatot adja, azzal kössük meg a megállapodást.
illetve a második, tehát a római kettes pedig 4 igen szavazattal javasolja a bizottságunk elfogadni. A bizottságnál kisebbségi véleményt fogalmazott meg török képviselő úr, amelyben kifejti, hogy a Bocskai 79-et az pályázat útján kellett volna megvalósítani, nem kellene ezt a felújítást elvégezni, és inkább ő a munkahely teremtést szorgalmazta, hogy az legyen előtérben. Köszönöm szépen. További bizottsági álláspontok. Uczko József. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Városfejlesztési Bizottság természetszerűleg foglalkozott ezzel a témával, annál is inkább, mert a két szóban forgó témának hosszú, most már mondhatjuk azt, hogy körülbelül 2 évnyi előzménye van, amely a Városfejlesztési Bizottság kompetenciáját mélyen érintette. Egyrésztről a Bocskai út 79-nek a felújítási körülményei története és most a szóban forgó színezési helyzete, illetve az új ház helyi telekialakításon a lakásépítéseknek az ügye. A napirendi pontot a következőképpen és következő szavazati irányok mellett tárgyalta meg a bizottság. 4 igen és 1 tartózkodás mellett, valamikor személyét illetően, elfogadásra javasolt a képviselőtestületnek a római 1-es pont első és második pontját, úgyhogy az elsőnél volt 4 igen és 1 tartózkodás, a másodiknál pedig egy hangú igen. Egy pici pontosítást is szeretnék tenni, mert itt a javaslatok között a színeket illetően, ugye itt 5 szín lehetőség volt, 5 szín variáció, az E pontra tette az egyhangú hangsúlyt egyébként a Városfejlesztési Bizottság, és a római 2-es pontot illetően pedig szavazat szintén úgy alakult, hogy 4 igen és 1 tartózkodás alá, amikor személyét érintően elfogásra javasolt a bizottság a határozott javaslat római 2-es pontját. Köszönöm szépen. Egyéb bizottsági javaslat? Városfejlesztési Szabóni Mártéva. Köszönöm szépen, polgármester. A bizottságunk javaslata összhangban van az elhangzottakkal, szeretném megerősíteni, tehát a bizottság a határozati javaslat római 1-hez tartozó 1-2 pontjait 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasolja a testületnek azzal, hogy az emellékletben ismertetett homlokzat építés valósuljon meg. A bizottság a római 2-es pontot pedig 4 igen szavazattal egyhangulag szintén javasoljuk elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a színezés szempontjából most nincs benne ez a terv, de azt szeretném jelezni, hogyha valaki a Csokonai utcán látta ott a színösszállítást, azt a szín kombinációt viszi tovább. Gyakorlatilag ezek szép természetes pasztelszínek. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a közmeghallgatáson is egy kiemelt téma volt, és szeretném azt jelezni, hogy a ROB-ban, amikor a projekt első terve volt, az 450 millió forintos becsült költségvetése volt. Aztán az önkormányzat véletlenül kért egy szűkített, éppen csak felújításra elegendő költségvetési tervet, az volt egy 150 millió forintos terv. Hozzáteszem, hogy amit mi most meg akarunk valósítani, az lényegesen nagyobb műszaki tartalommal történik, az az épület teljes felújítása, és nem csak az épület, hanem az épület közvetlen környezetének és a tágabb környezetének a nembetételéről is szól. Hiszen magának annak a környezetnek az avultsága, erkölcsi avultságát szeretnénk felülírni. Az, hogy pályázati forrásból kellett volna ezt megvalósítani, én magam is jobban örültem volna ennek, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy azzal, hogy javarészt közfoglalkoztatással tudtunk indulni, az azt jelenti, hogy az építési költségeink az nagyságrendileg 50%-osak, olyan, mintha nyertünk kapásból, mintha nyertünk vagy 50%-os pályázatot, hiszen a munkabér az fizetve van. Másodszorban szeretném jelezni, hogy a szakképző intézmény jelezte, hogy szeretne részt venni és gyakorlati helyként szeretné használni, ez egy rendkívül jó lehetőség számukra. Egyrészt a belső felújítások falazásba tudnak részt venni, olyan modern vakoló berendezéseik vannak, amivel a belső vakolás teljes egészében tudják csinálni, és még egyszer szeretném jelezni, hogy ez egy jó gyakorlati lehetőség a gyerekek számára. És azt is szeretném hozzáfűzni, hogy az engedményezéssel, hiszen külső vállalkozás is vesz részt, adó oldalon további megtakarítást és további pluszbevételt jelent az önkormányzatnak. Összességében elmondható, hogy nagyságrendileg 50% alatt van az a bekerülési költség, mint hogyha ezt
Egyébként azt mondtuk volna, hogy itt van egy épület, tessék egy külső vállalkozóval meg akarjuk csináltatni. Ez már egy olyan beruházási szint, amit nem nagyon tud meghaladni egy pályázati forrás sem, hiszen látjuk, hogy sajnos ilyen épületekre egyébként nincs is kiírva. Ez nem panelépület egyébként, ez egy téglaépület. Téglaépítési épületekre meg kifejezetten nehéz pályázni. Én azt gondolom, hogy azt a foltot, ami esett a városnak úgymond a becsületén, azt éppen ideje rendbe rakni. És én azt gondolom, hogy ha jó gazdái vagyunk az önkormányzati vagyonnak, akkor pedig mindenképpen lépnünk kellett ezzel. Sokan azt gondolták, hogy ezt le kell bontani, ez az épület véleményem szerint többet ér attól, mint hogy lebontsuk. Ez az épület valahol egy picit jelképe is lehet annak, hogyha a jó gazda gondosságával állunk egy ilyen felújításhoz, akkor aránylag belátható költségekből jelentős mértékben lehet a város vagyonát gyarapítani. Buczko József, elnök úr. Két gondolatkörben szeretnék még néhány mondatnyi hozzászólást megfogalmazni. Az egyik a Bocskőjút 79-el kapcsolatos. Polgármester úr említette, hogy ennek a háznak nem csupán fizikai rehabilitációjáról van szó, hanem úgy is mondhatjuk, hogy egyfajta erkölcsi rehabilitációjáról, hiszen ez az 1960-as éveknek egy olyan szép példája a városban, mint egykori városi beruházás, ami azt az építészeti kultúrát valósította még meg, aminek egyébként sajnos nem lett folytatása, ami azt jelentette, hogy gerinc tető alá is lehet helyezni magas épületet, és a jó arányrendszerek megtartása mellett. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy abban az esetben, vagy minden olyan esetben, hogyha a város olyan közberuházást valósít meg, amelynek a végeredménye az, hogy aztán a közízlésre is komoly befolyással van, komoly megfontolás tárgyát képezi minden esetben az, hogy milyen színhatást, milyen esztétikai környezet teremt az épülettel és annak környezetével. Említette a polgármester, hogy a Csokonai utcán tulajdonképpen egy színharmónia már kialakult, és az sem úgy jött létre, hogy csak a tervezők javasoltak egy-két ötletet, és abból választott valaki, hanem választottak valakik, tehát egy komoly konzultáció eredményeképpen alakult ki ez a helyzet, és ezzel azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel létrejött egy olyan színkombináció, egy olyan színharmónia, amivel egy egységes gondolatot szeretne a város megvalósítani, a város minden egyes olyan pontján, ahol a város maga a beruházó. Tehát ebben lenne egyfajta következetesség. És ezt azért hangsúlyoznám, mert hogyha végigmegyünk a település utcáin, akkor azt látjuk, hogy meglehetősen nagy a színtobzódás a településen. Sok olyan színt látunk egy-egy lakóházon, amit nem szeretnénk egyébként látni. Tehát magyarul ezekkel az ilyen beruházásainkkal egyfajta példát is szeretne a város fölmutatni, hogy tulajdonképpen visszafogottan, szépen, esztétikusan is meg lehet valósítani adott esetben egy beruházást. A másik gondolatom, ez pedig a újházhelyen megvalósítandó épületekkel kapcsolatos. Ugye itt a helyi tervezőktől kért a város egyfajta gondolkodást, elképzelést. Egyetlen kitétel volt, hogy a hajdonánási épített örökségből induljanak ki mindannyian. A cél az volt, hogy a pusztulóban lévő, eltűnőben lévő épített kultúránkat mentsük meg valamilyen módon, vagy mentsük át a jövő számára egy olyan városrészben, ahol ha valakik erre szánják magukat, akkor esztétikus, jó arányrendszerben megépített lakóházat tudnánk építetni. Erre jött be ugye 5 terv, ebből a Nána építés stúdiója volt az, amelyik legátfogottabb, legtisztább volt, és a leginkább követése méltónak talált ezt a főépítész szakiroda, illetve maga a bizottság is. Nos hát ennek a gondolatkörnek a jegyében indul el tulajdonképpen ott az építkezés, annak reményében, hogy lesznek erre jelentkezők is. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van egy kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban? Szabóni Martéva. Parancsol. Köszönöm a szó, polgármester úr. Én csak azért kérdezek, hogy polgármester úr egy kicsit jobban kifejthesse azt, amit elmondott, hogy fecskeház. Mert nekünk ez evidens, és talán nem biztos, hogy mi teljesen mindenkinek, tehát miben gondolkodunk, hogy ez fecskeház lesz, illetve azt, hogy milyen mértékű, biztos ez is elhangzott már, az a felújítás, az a változás, amiben ott új elemek kerülnek, és megújul az az épület. Néhány mondatban szeretném, hogyha elmondaná ezt polgármester úr. Köszönöm szépen. További kérdés? A kérdések sorát lezárom. Az épületben csak a főfalak maradtak meg, és a főfalakról is a vakolat
az leszedésre került, az algya teljes egészében föl fog újulni. Gyakorlatilag a főfalak kivételével minden új lesz. Ez vonatkozik a teljes gépészetre is. Ez a vízvezetéktől kezdve az elektromos vezetéken keresztül minden teljesen új lesz az épületben. És a fecskeház, mint koncepció, gyakorlatilag nem újszerű, hiszen mind a világban, mind Magyarországon több helyen alkalmazzák. A lényeg az az, hogy egy fiatal pár, az életét kezdő, vagy a család életét kezdő fiatal pár beköltözik egy ilyen lakásba, aminek a lényege, hogy itt ugye meg tudjuk azt valósítani ezzel a beruházással, hogy nagyon minimális rezsie lesz, hiszen rendkívül jó hőszigetelő képessége lesz az épületnek, és a fotovoltaikus rendszertől kezdve sok minden lesz rajta, ami csökkenteni kívánja a közös költséget. És az önkormányzat egy kedvezményes bérleti díjat fog megállapítani, ami takarékosságot tesz lehetővé ezeknek a családoknak. Általában ehhez szokott társulni egy lakástakarékossági kötelezvény, hogy tulajdonképpen neki kell félretenni mondjuk egy ilyen lakáskasszás megoldásba, hogy takarékoskodjon arra az időszakra, amikor a testület döntésének megfelelően 3-5 év múlva ki kell költözni ebből a lakásból, és saját lábára kell tudni állni, mint ahogy a kisfecske kirepül a fészekből, és újabb generációk számára teszi lehetővé, hogy megerősödjenek. Ez lenne a koncepció lényege, de mint ahogy mondtam, májusra egy pontos szabályozást fog kidolgozni a testület, és májusra fogjuk ezt tárgyalni. Mindenkinek lehetősége lesz hozzátenni a saját gondolatait és a saját észrevételeit, és májusban, hogyha erről tudunk dönteni, tervek szerint a nyár folyamán a pályázatot ki tudjuk írni, kiválasztás megtörténhet, és hogyha jól mennek a dolgaink, akkor ősszel ez a kis fészek az beköltözhetővé válik. Reméljük, hogy olyan minőségben is fog elkészülni, ami egyrészt vonzó lesz, másrészt meg tényleg azokat a paramétereket fogja tudni hozni, amiben bízunk. Ez lenne a kérdésre a válaszom. Köszönöm szépen. Észrevétel, megjegyzés az előterjesztéshez kapcsolatban. Olá Miklós képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim. A most napi renden levő témákat, tehát a újházhelyi leendő tömb beépítést, illetve a Pocskai út végén levő épületfelújítást, illetve a fecskeház kialakítást önmagában nézem, akkor azt mondhatnám, hogy támogatható, szép gondolatok, és talán ha alkalmas időben meg is kell valósítani. Azonban azt kell mondanom, hogy véleményem szerint két elhibázott döntésnek a következményeiként, amikor már nincs is más út, kerül ide a testületre. A újházhelyi fejlesztést tudom, hogy elmondtam már többször, de el kell, hogy mondjam, hogy azt gondolom, hogy azért elhibázott, mert ilyen új területek bevonására, és ha megnézik a város történetet, akkor kerültek sor, amikor vagy a lakosság népes, vagy a város népessége jelentősen növekedett, és egy természetes igény volt, vagy akkor egy minőségi változás történt, és emiatt kellett a város beépített területét növelni. Én azt gondolom, hogy jelenleg, és akkor sem, amikor ez a döntés meghozatalra került, hogy fel kell tárni, be kell építeni, ez nem volt meg, és most sincs meg sajnos. Hozzáteszem, hogy ahogy polgármester mondta, hogy lehet, hogy 20 év múlva ezek a nók fennállnak. Azt hozzá kell tenni, hogy a benyújtott tervek alapján tényleg vannak szép elgondolások, azokat lehet ajánlani. Még egyszer azt gondolom, hogy jelenleg arra a fejlesztésre sajnos nincs szükség. A Bocskai út végi beruházás, mint mondtam, önmagában támogatandó. Egyébként abban azt tartom elhibázottnak, hogy olyan forrásokat fordítunk rá, amiből sokkal több forrás meg lehetett volna szerezni, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a városnak az a képessége, amelyekkel új forrásokat tud ide vonzani, támogatott beruházásokhoz, sőt, ha még ehhez hitelt is veszünk fel, akkor ez egy még rosszabb megoldás.
Azt a megközelítését, amelyik azt mondja, hogy igen, szükség van a lakásra, ezt én is elismerem, és tapasztaltam is annak idején, hogy igen, jelentős nyomás és igény van arra, hogy ilyen lakások létrejönnek, de azt gondolom, hogy erre nem feltétlenül ez a megoldás. Nagyon sokszor a város lakói elmondják, hogy miért nem vesszük meg inkább az üresen álló ingatlanokat, és miért nem azokat fordítjuk be. Szeretném letudni a második részét is. Tehát azonban ez a folyamat nyilván elindult, benne vagyunk, ezért az előterjesztés egy részéhez szeretném azért a véleményemet elmondani, ez pedig a látványtervek alapján, hogy melyik megoldást célszerű választani. Nyilván az a ház meg fog épülni, szép is lesz, és méltó környezet kerüljön. Nyilván az út másik oldala is megszépülne, de akkor az még jobb lenne, de ahhoz egyfajta iránymutatást adhat. A tervező szép látványterveket adott választási lehetőségként, és az igazság az, hogy a bizottság, a Városfejlesztési Bizottságban egyfajta konszenzus alakult ki, két terv volt, amelyeket megfelelően láttunk, de összességében az jelű, amelyik mind tömegében, mind arányában, színeiben és a vonalvezetésekben megfelel a, azt gondolom, a elvárásoknak, mert beéleszthető a környezetbe, úgyhogy ezt a részét támogatni tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tóth Imre képviselő jelezte szót ki. Nagyon sok minden elhangzott ennek a kérdésnek a kapcsán, már nem is akarom húzni az időt vele. Azt mindenképpen el kell mondjam azért, hogy ez a, tehát a Bocskai 79-el kezdeményező beszélek, ez nem új keletű, és nyilván egy olyan neuralgikus pontja volt a városnak, amire megoldást kellett találni, tehát abban a formában nem maradhatott ez a terület, ahogy korábban volt. Tehát a képviselő testület, legyen az bármelyik a korábbi is, egy nyomás alatt volt ahhoz, hogy ezt a problémát megoldja, és ebben már benne vagyunk. Nyilván korábban és a költségvetés tárgyalása kapcsán is itt a költségeknek a mértéke volt az, amit részemről elmondott, és nem tudtam támogatni, de ez a jelenlegi megoldás, illetve a jelenlegi költség közelít ahhoz az arányhoz, ami a korábbi időben fel lett vázolva, hogy körülbelül mibe kerülhet ez optimálisan ez a beruházás. Nyilván ez, hogy így lehessen redukálni ezt a költséghányadot, ahhoz szükség volt arra, hogy a műszaki tartalomban azért változások legyenek, de ebben a formában támogathatónak tartom a Bocskai 79-hez kapcsolódó előterjesztést. Utána számoltam egy kicsit, így ugye két méretű, vagy két, igen, tehát méreteibe két lakás típus kerül kialakításra, az egyik egy olyan 52-3 négyzetméter körül, a másik 40x négyzetméter, tehát valamivel kisebbek, tehát ez helyek közel arra pontosan elég, hogy ilyen fiatalok egy életkezdést el tudjanak indítani benne. Fontosnak tartom hangsúlyozni, és a korábban is leszögeztük, hogy ez nem jelenti azt, hogy valaha is hagyja a város, hogy olyan helyzetbe kerüljön az a környezet, amiben eddig került. Hiszen most azért vagyunk itt, és azért vagyunk ez a választási kényszerbe, hogy azt, ami korábban elromlott, helyre tegyük. Tehát ebben mindenképpen egyet kell, hogy értsek. A színezésbe nyilván egy olyan színharmóniát kell kitalálnunk, ami illeszkedik a városba, és egy karakteres jelleget ad annak a környezetnek, ahol az elhelyezkedik. Ebbe egyetértünk. Én szívem szerint a sárgába hajló változatok mellett döntenék, hát nyilván majd aztán a testület eldönti, hogy melyik legyen az. A másik terület vonatkozásában, tehát az új hely vonatkozásában egy kicsit bonyolultabb a dolog, ott valóban úgy tűnik, hogy nem is talán az a döntés volt az elhibázott ott, hanem nem vette igazán figyelembe a demográfiai mutatókat, tehát egy olyan jellegű népességcsökkentés, kivándorlás és a fiataloknak az elvándorlása következett be, ami aztán azokat a területeket, keresőképpen, tehát a kereső
hogy is mondjam, a keresletet meghatározta, tehát végül is véleményem szerint ez az a probléma, ami miatt az a terület ebbe a helyzetbe került. Ha végigmegyünk a városon, nem találunk olyan utcát, hogy 5-10 lakást, aki ne lenne írva, hogy eladó, az sem megoldás véleményem szerint azért, hogy az önkormányzat menjen végig és mindet vásárolja meg ilyen félre, nem is lenne hozzá anyagi lehetősége, és valószínűleg nem is lenne félrevezető. Hát ezen a területen valóban inkább egy ilyen kármentés az, amit megpróbál az önkormányzat pillanatnyilag elérni. Végignéztem ezeket a terveket, valóban nagyon nívós munkák is vannak benne, de mint a Boruss Bernárdnak a véleményezésébe elolvasható, azért a telkek méretéből fakadóan nem számoltak azzal a tervek, hogy a magassági, tehát a tetőtérnek a beépítettsége, és azokat javasolja, azokat emelte ki, ami ilyen formában bővíthető. Tehát szerintem mindenképpen döntés kell hoznunk ebben a vonatkozásban. Köszönöm. Annyit szeretnék hozzátenni itt a vitába, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy most a jelen helyzet az micsoda, ezt nem vitatom. Sajnos egy leépülő stádiumban van a város. Hogyha a 90-es, húzunk egy évet 90-es évek végétől mostanáig, ugye több mint 2000 főt veszítettünk, amit számszerűleg elveszítettünk. Ebben még nincs benne az a létszám, akik ugye be vannak jelentkezve a hajdanáláson, de életvitelszerűen nem laknak a városban. De pont ez az eredője az egész gondolkodásnak, hogy meg kell tudnunk fordítani ezt a trendet, mert az az álláspont, ami korábban volt, hogy meghúzzuk a vállunkat és behúzzuk a nyakunkat, és azt mondjuk, hogy de hát mit csináljunk, hát ez rajtunk kívülálló dolgok. Én azt gondolom, hogy a mi felelősségünket mégiscsak az, hogy a jövőbe gondolkodjunk, és ez a jövő ez lehet pár év is, de akár egy-két évtized is, az nem egy beláthatatlan távolság. És arról szerintem nem tehetünk le, hogy akik már elköltöztek ebből a városból, akár vissza is költözhetnek ebbe a városba. Azt én nem tartom egyébként logikusnak, hogy a eladó lakásokat mi megvásároljuk. Elsősorban nekünk a saját vagyoni körünkkel kellene jó gazdag gondosságára bírni, de hozzáteszem, hogy azok a lakások, amik az önkormányzat tulajdonában vannak, az elmúlt évtizedekben szinte nem kerültek még karbantartásra sem. Ez a fajta hozzáállás biztos, hogy nem hordozza magában a fenntarthatóságot. Nekünk arra kell törekedni, mint ahogy a Csokonai utcán is megtörténik a felújítás, hogy azok a lakások, amik önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati cég által üzemeltetésben vannak, azokat szépen, sorban, folyamatosan próbáljuk meg felújítani, a lakatás körülményeit próbáljuk meg komfortosabbá tenni. Ebben az esetben egészen bizonyosan egy olyan helyzetről beszélünk, ami most már azért közel 10-15 éve a város szégyenfoltja volt. Akkor, amikor még az állomás egy frekventáltabb megközelítése volt a városnak, akkor ez már komoly problémákat okozott, hiszen valljuk be őszintén, az a logika, ami oda sűrítette a város összes problémáját, vagy az ilyen jellegű problémának a nagy részét, az egy olyan helyzetet alakított ki, amit a város csak úgy fogalmazott meg, hogy egy gettóvá vált az a rész. Én szerintem ezt kellene felülírnunk, és az, hogy előrébb nézzünk egy pár évvel, az nem baj. Én lehet, hogy idealista vagyok, de hiszek abban, hogy ennek a városnak van olyan jellegű vonzóképessége, ami egyrészt az itt élő fiatalokat rá tudja arra bírni, és nem erőszak, nyilván erőszakos eszközök, ez nem lehet, olyan feltételekkel rá tudja bírni, hogy elgondolkodjanak azon, hogy talán nem olyan ütemben hagyják el a város, mint hogy ez most történik, illetve azok, akik korábban elmentek ebből a városból, akár vissza is térhetnek. Hozzáteszem, hogy a lakatás az egy lépés, a megélhetés az egy másik. Mind a kettőben szerintem komoly lépéseket kell tennünk, de biztos vagyok benne, hogy ezt sem hanyagolhatjuk el. Köszönöm szépen. Dr. Jász Ebben a polgármesterről. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület! Hajdonállás város nagyságához képest a bérlakás állomány nem kicsi. Sőt, hogyha azt vesszük, hogyha a Bocskai 79 beüzemelésre kerül, ez mintegy 10%-kal fog növekedni, hiszen itt szociális bérlakások lesznek. Igaz, hogy ennek egy speciális formáját szeretnénk megvalósítani, miszerint fecskeház legyen. Nyilván ez egy törekvés, és bízunk benne, hogy akár 100%-ban is így tudjuk ezt az épületet kihasználni, de a adott esetben előfordulhat az, hogy csak az egyik lépcsőház lesz fecskeház, a másik lépcsőház pedig hát szociális bérlakások lesznek, hiszen ezt ennek a kiadása, illetve hasznosítása alapvető feladatunk. Nyilván a régi
tervekkel összehasonlítani a jelenlegi műszaki tartalmat nem lehet, hiszen emlékezhetünk rá, hogy korábban a kollégiumtól kezdve az apartmanházon át nagyon sokféle műszaki tartalom merült föl, tehát azok a műszaki tartalmak és a jelenlegi nem összevethető. Én úgy gondolom, hogy az a koncepció, hogy esetleg a város üresen álló egyedi házakat vegyen meg, első ránézésre lehet, hogy nagyon tetszetősnek tűnik, de ugyanakkor fenntarthatatlan, hiszen azoknak az épületeknek a fenntartása, karbantartása gyakorlatilag bizonyos, hogy a város képességeit meghaladja, hiszen hogyha látjuk ezekben a tömbökben levő lakásainkkal is valóban nehezen boldogulunk, illetve sok-sok hiányosságunk van. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a város szélén levő telkek, illetve hát ott egy újabb terjeszkedés a jelenlegi demográfiai helyzetben nem látszik túlságosan célszerűnek, de ugyanakkor valóban nem tehetünk mást, hiszen annak idején ott közművesített telkeket alakítottunk ki, tehát ennek a 30 teleknek körülbelül úgy tudom a fele közművesítve van. Tehát nyilván ez egy olyan lehetőség, amire ezt a lehetőséget ki kell használnunk. Tehát én esetleg azt tudom elképzelni, hogy ne a komplett 30, illetve 29 telekre készüljenek tervek, hanem csak a közművesített részre, hiszen ez egy bizonyos költségkímélés is lehet, és adott esetben ez bővíthető a később közművesítendő telkekre is. Nyilván ezt most elfogadott koncepciót vegyük figyelembe. Ennyit szerettem elmondani. Köszönöm szépen, annyit tennék még hozzá kiegészítésképpen, hogy ugye kétfajta lakástípusról beszélünk, az egyik egy tömblakás, másik egy kertes lakás. Tulajdonképpen ez képezheti azokat az igényeket, hiszen van, aki tömblakásban kíván, és azt gondolja, hogy az egy egyszerűbb kezdés, illetve nyilván a kertes lakás az egy más jellegű habitust igényel egy lakótól, illetve arról sem mondjuk le, hogy akár egyik követheti a másikat, mert mondjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy előtakarékossággal ő takarékoskodik 5 évig, aztán be egy kertes lakásba szeretne költözni, akkor erről nem mondjuk le. Még azt szeretném hozzátenni, hogy kapitány úrral beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz egyébként mondjuk nánásra új kollégákat hozni, és ebben egészen biztos, hogy komoly segítség lehet, hogyha például Kokáért ebben a lakásban a Bocskai út végén tudnánk akár szolgálati lakást felajánlani. Erre is van lehetőségünk. Szerintem jót tenne magának az épületnek is egyfajta ilyen jelenlét, annak a környezetnek. Másrészt pedig valóban ugye egy nagyon szép új rendőrkapitánysággal gazdagodik a város. Azt látom, hogy van egy frissülés a kapitányságon belül, és ez azt is hozza magával, hogy olyan kollégák tudnak esetleg megtelepedni a városba, akik egyébként nem hajdanási származásúak, mert sajnos az látszik, hogy az még nehezebb, hogy hajdanási származású rendőreink, akár katasztrófavédelmi és kollégáink legyenek. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ez is egy gondolkodási lehetőség, hogy adjunk további lehetőséget azoknak a itt dolgozó belügyminisztériumi alkalmazottaknak, akik számára egészen biztosan komoly lehetőséget jelenthet az, hogyha ilyen lakásokhoz tudnak jutni, és ezzel be tudjuk a szolgálat szervezését könnyíteni. Ez is egyfajta lehetőség, hogyha nem is tömegesen, de mindenképpen segítséget tud adni minden rendőrkapitánságnak, minden katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Van-e további észrevétel? Szabóné Martéva. Én csak egy fontos észrevételt szeretnék itt megosztani még a képviselőtársakkal, hogy a hallgatókkal, hogy a legnagyobb akadálya a gyermekszületésnek az, hogy azt szokták mondani a fiatalok, hogy mert albérletben lakunk, mert nincs hol lakni. És ezért az irány, amiről a polgármesterről beszél, így indulhat valóban el, hogyha a fiataloknak van hol lakni, akkor ott megszületnek a gyermekek is. Tudnak takarékoskodni, és aztán tudnak tovább lépni. Tehát ez a koncepció mindenképpen nagyon jó, és hosszú távra előremutató, úgyhogy ebben kérem a képviselőtársaknak magam is, hogy támogassák ezt. És valóban köszönöm, hogy Tóth Imre képviselő megfogalmazta, hogy az a bizonyos elhibázott döntés az régen történt meg, amikor ezt az épületet így hagyták leromlani, most pedig ez egy jó döntés, hogy ennek a felújításával fiatal családoknak adunk helyet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tóth Imre képviselő úr. Köszönöm,
polgármester úr. Csak egy icipici kis kiegészítés a dologhoz. Véleményem szerint a legnagyobb probléma nem az albérlet, nem akarok ellentmondani itt képviselőtársamnak és az elhelyezkedés, hanem inkább a munka, a megélhetésnek a hiánya. Tehát az első lépés mindenképpen az kellene, hogy munka, munka, munka. És ebből fakadóan a megélhetés, és ha itt van a biztonság, itt látják a fiatalok a biztonságot, abban a pillanatban már lehet gondolkodni abban, hogy lakhatás és a fiataloknak a visszacsábítása valamilyen úton, módon. Nyilván ez meghaladja a mi lehetőségeinket, ugye lokális keretek között kevésbé tudunk mozogni, ez már egy felsőbb szint, amire én mindig kiszoktam térni, nyilván most nem akarom ezt elemezni, de ha egy kicsit végig gondoljuk a folyamatot, akkor látni kellene, hogy egy magasabb szintű kormányzati szándék és végre egy tevőleges cselekvés lenne az, ami ezt a folyamatot vissza tudná fordítani és elindítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor összefoglalom röviden. Ugye a mondás az előterjesztése, hogy itt két területét próbáljuk megrendezni a városnak. Egyrészt a Bocskai 79 kapcsán, ugye arról döntünk, hogy egy összegszerűséget megállapítunk, ez 157.881.738 forint, ami szeretném jelezni, továbbra is becslés. Én abban bízom, hogy ez még mindig fölötte van annak, ami szükséges, de a szakemberek azt mondják, hogy ez az ő megítélésük szerint szükséges. A bizottság, a szakbizottság az e-színezési tervet javasolja. A kettes határozati javaslatban ugye a 32 lakás szociális bérlakásként, vagy fecskeházként kívánja hasznosítani, és a újházhely kapcsán pedig a Nála építés stúdió bíznánk meg, úgy, hogy júniusi ülésre készül egy előterjesztés az építési tervek hasznosításával kapcsolatban. Nem bontottam ezt ki, vagy nem bontottuk ezt ki, de valóban úgy, ahogy alpolgármester úr elmondta, ott most 10 pár darab ingatlan teljes közművel rendelkezik, és ez lehetne az első lépcső, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez eleve el van egymástól tolva, hiszen az egyik, a Bocskai 79, ez ezt az évet érinti, az újházhely kérdése pedig az a következő éveket tudja érinteni, akár ütemezéssel, akár úgy, hogyha látjuk, hogy milyen sikere van, és milyen kereslete van a Bocskai úti lakásoknak, ezt lehet majd módosítani. És a négyes határozati javaslatban pedig a fejlesztési hitel összegét pontosítja. Gyakorlatilag ezekről fogunk dönteni, 4 darab döntés fog egymás után következni. Először az egyes határozati javaslattól döntünk. Nyolc, igen. Ebben én elmondtam az előbb, hogy az összegszerűségről döntünk, és az E betűs színezési tervről. 8, igen, 2 tartózkodás, mert tartózkodott Olá Miklós és Török István képviselő. Kettes határozatiról döntünk most. Mivel a... Tíz, igen, egyhangú szavazat az elfogadásra került. Hármas határozati javaslatról döntünk most, ez a újházhelyet érintő fejlesztés. Hét, igen, 3 tartózkodás mellett ez elfogadásra került. Tartózkodott Olá Miklós, Tóth Imre és Török István képviselő úr, és a négyes határozati javaslat, ami a fejlesztési hitel igénybevételét teszi lehetővé, miről döntünk most. Hét, igen, 3 tartózkodása, ugyanaz a 3 személy tartózkodott. Köszönöm szépen. 13-as napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 14-es napirend volt. Ez az előterjesztés a japán kapcsolatok fejlesztéséről című előterjesztés. Pénzügyi Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja, Művelés Oktatási Ifjúsági és Sportbizottság is elfogadásra javasolja. Röviden azt szeretném elmondani, hogy tavaly évben a képviselőtestület döntött arról, hogy a japán kapcsolatainkat erősítendő egy kendo edző megbízásában tettünk lépéseket. Tavaly év őszén megkeresett bennünket egy japán alapítvány iskola, amely arról számolt be, hogy szeretné
a kapcsolatait építeni és kiszélesíteni a Körösi Csoma Sándor gimnázium és szakközépiskolával, és az idei év májusában pedig az iskola tulajdonosa is szeretne ide látogatni hagyonállásra, aminek a lényeg egyrészt egy ilyen cserediák kapcsolat lenne, másrésztről pedig hosszú távon japán nyelvoktatás megvalósítására is lehetőség nyílik. Én magam részéről támogatólag hoztam ezt a képviselőtestület elé, és tulajdonképpen ennek a kapcsolatévítésnek további hozadéka lehet, hogy az úr, aki az alapítványiskolának a tulajdonosa, felvetette azt, hogy akár egy testvértelepülési kapcsolat kiépítésére is sor kerülhet, de nyilvánvalóan ebben a sorrendben, ahogyan ez történhet. Illetve a kérésem az lenne, hogy erősítsük meg, hogy amit elkezdtünk programot tavaly ősszel, azt az idei tanévről, azaz a 2014-2015-ös tanévben is tudjuk folytatni. Erről szól maga az előterjesztés. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban. Ha nincs kérdés, akkor észrevétel, megjegyzés. Tóth Imre képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. A alapjaiban egyetértek az előterjesztésbe foglaltakkal, csak van a második római bekezdésben egy olyan gondolat, ami az együttműködési megállapítás céljai között szerepel, ami az én fülemnek egy kicsit bántó, nem tudom, hogy véletlen elírás, vagy talán helytelen fogalmazás, amit célszerűnek tartanék kijavítani. Mégpedig tehát az együttműködési megállapodás céljai között szerepel többek között a diákok kulturális és nyelvi tudásának növelése, ez eddig stimmel, de a második pont a tanuló globális polgárrá formálása. Tehát ebben a formában én ezt helytelennek tartom, ugyanis én úgy gondolom, hogy szerencsésebb lenne valamilyen olyan megfogalmazás, hogy a tanuló globális szemléletének az alakítása vagy valami. Tehát a legfontosabb a nemzeti identitás megőrzése véleményem szerint, és annak a további tele. Nagyon jól látjuk, hogy az úgynevezett világpolgárok mennyi kárt tudnak okozni az országnak, és én úgy vélem, hogy olyan nemzettudatra rendelkező fiatalok képzés, akik tisztelik, elismerik más nemzetek eredményét, elkötelezettek a világ egészére kiterjedő problémák iránt és annak megoldása iránt. Tehát véleményem szerint valahogy ezen a megállapodási cél között finomítani kellene. Köszönöm szépen, hogy a megállapodásra annyit kell elmondani, hogy mi javaslatot fogunk arra tenni, hogy ezt a javaslatot fogadja be a megyei Klebersberg intézmény fenntartó központ, hiszen a középiskolának a fenntartói jogait ő gyakorolja. Mi egy támogató jelleggel tudjuk ezt megtenni. Ha van ilyen javaslata képviselőnek, azt meg lehet tenni. Tulajdonképpen mi egy angol és egy japán nyelvű fordítást, vagy egy alapanyagot kaptunk, ez lett lefordítva, és tulajdonképpen ez egy amerikai és japán együttműködési programnak a szerződés tervezete volt. Alapvetően ezen lehet szerintem változtatni, bár én hozzáteszem, hogy ismerve az ő logikájukat, nem hiszem, hogy azok az aggályok, amiket képviselő megfogalmazott, ez ebben az esetben fönnállnak. De parancsoljon még egyszer. Csak röviden, a lényeget polgármester úr mondta el, ugye az amerikai-japán kapcsolat vonatkozásában. Ha valaki a képviselő testületbe, akkor polgármester úr nyilván leginkább ismeri a tradicionális japán gondolkodásmódot, szemléletet, világnézetet, és az a globalista beáramlás, ami a multikultival Japánba beáramlott, alapvetően megrengette bizonyos részeit elsősorban a fiatalság oktatásának. Ebben mélyebben nem akarok belemerülni, de szerintem nem lenne szerencsés, hogyha ilyen elemek bekerülnének a magyar oktatásba. Dr. Jászlendel, a polgármester úr. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, nyilván ez egy szöveg, amely a előterjesztés része, de ugyanakkor az együttműködési megállapodásban ez már így nem szerepel. Tehát, hogyha azt végigolvassuk, én úgy gondolom, hogy abban semmilyen kivetni valót ez a szemlélet sem találhat, amit Tóth Imre képviselő teljesen jogosan megfogalmazott. Köszönöm szépen. Kovács Zsoltán. Köszönöm szépen, csak egy gondolat szeretnék. Bizonyos kérdében megértem a képviselőtársamat, de talán ismerős az a mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Úgy van, hogy lokálisan helyi viszonyokat is érdekeket próbálni előtérbe helyezni. Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan? Szabóni Martival.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Kérdeznem kellett volna, de ha megengedi, mert szépen alakulnak a japán kapcsolatok, tehát ugye most ez egy plusz lépés. Lát-e ebben gazdasági lehetőséget, polgármester úr, a következő? Ugye ilyet kimondani én nem merek, de én mindenhol elmondom, hogy az, hogy mi egy ilyen kulturális kapcsolatépítésben vagyunk ennek, és nem is mondanám, hogy hátsó szándék, ez egy velejárója lehet egy olyan jellegű tény, ami most már tény. Én voltam úgy japán nagykövetségen, hogy a japán nagykövet két települést emelt ki, Hollókőt és Hajdonállást, és mindenki nézett, hogy mi az a Hajdonállás, mert ugye nem tudták, hogy ez sajnos nem tudták, hogy ez hol van, de meglepődtek rajta, hogy ez ennyire élő kapcsolat, és én azt gondolom, hogy mellékvizen ez hozhat olyan együttműködést és hozhat olyan lehetőséget, ami akár munkahelyeket is jelenthet a városnak. De elsősorban ez arról szól, ami le van írva. Kulturális együttműködésről szól, egy kapu nyitásról szól a nálási diákoknak, hiszen hogyha valaki elolvasta az előterjesztést, az arról szól, és ezt mondom a város lakosságának is, hogy ugye a japán kapcsolatépítés az elsősorban nyelvgyakorlás szempontjából közelít, hiszen ő azt mondja, hogy az úti költség kivételével, hogyha valaki 3, 6 vagy 12 hónapra kimegy Japánban tanulni, akkor az ott tartózkodás költségeit, biztosítástól, szállás, étkezést azt az alapítványi iskola teljes egészében finanszírozza. Szerintem ez egy jó lehetőség egy olyan hagyományos diáknak, aki egyébként érdeklődik akár a keleti kultúra iránt, vagy azt mondja, hogy egy olyan modern világot szeretne megismerni, ahol egyébként lehet egy sor tapasztalattal hazaérkezni. Másrésztől másik irányba is nyitott a lehetőség. Japán diákok érkezhetnek hagyományosra. Itt viszont azért van meg is fogalmazva, hogy itt meg, hogyha ezt mi tudjuk vállalni, akkor nekünk kell tudni azt vállalni, hogy a kollégium elhelyezést, akár az étkeztetést tudjuk biztosítani. Ez egy lehetőség, amit szerintem logikus lenne tartalommal megtölteni. Sok minden más lehetőség is van benne, de hogyha ezt most beleírjuk, akkor azt fogják mondani, hogy ha véletlenül nem teljesül, hogy ezt mi megígértük. Én ilyet nem tudom. Én azt tudom ígérni, hogy most ott vagyunk azon a térképen, ahol a japánok Magyarországon mozognak. Most harmadik alkalommal fogjuk megrendezni a Hajdú-Bihar megyei kulturális, japán kulturális hetet, és ez azt jelenti, hogy mi egy picit a figyelem középpontjában is vagyunk ebben a tekintetben, ami azt gondolom, hogy nem a város rossz hírét, inkább a jó hírét viszi a világba. Török István képviselő. Én ezt az előterjesztést, együttműködést tudom támogatni. Azt kell látni, hogy egy kisváros vagyunk, és nekünk, ha azt akarjuk, hogy ez a kisvárosunk fejlődjön, és valahol majd valami komoly kapcsolatkiépítés is létrejöjjön, és a munkahely gazdasági vonatkozásába is valamit elérjünk, akkor természetesen nyitnunk kell. Ha nem nyitunk, bezárkózunk, akkor esélyünk sincs arra, hogy itt valami fejlődés történjen ebben a városban. Tehát sokszor szubjektíven döntenek beruházók, amikor látják, hogy a feltételek azonosak bizonyosok városokban. Tehát ebből a szempontból én támogathatónak látom, és valahol itt befektetni is kell abba, mert ez egy befektetés is, abba, hogy lehetőségeink legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Olá Miklós képviselő úr. Tehát polgármester, tisztelt képviselőtársam. Inkább egy technikai jellegű kérést szeretnék tenni. Azt kérném, hogy a római egyes határozati javaslat esetében pontonként szavazzunk, mert van benne olyan pont, amit én magam tudok támogatni, van olyan, amit azt gondolom, hogy kicsit előre szaladtunk, és még nem látom az aktualitását. Ha azt pontonként szavaznánk, akkor lenne olyan. Ennyi kérdésem van. Köszönöm szépen. Ez a három pont. Köszönöm szépen, nincs akadálya. Sőt, köszönöm, szavazásban vagyunk akkor. Ez azt jelenti, hogy az első határozati javaslatnak is az A, B, C pontját külön szavazzuk? Ez lenne a javaslat. Részem lesz befogadható. Első határozati javaslatnak először az A pontjáról szavazunk, amely arról szól, hogy a képviselőtestület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kendo haszművészeti formaktatását 2014-15-ös tanévben is biztosítani kívánja. Erről döntünk most.
9 igen, 1 tartózkodással. Tartózkodott Orbán Miklós képviselő elfogadásra került. B pontja, a képviselőtestület kifejezetten azon szándékát, hogy hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 2014-15-ös tanévtől középiskolás diákokat a tanórákon követően japán nyelvi szakkör keretében is ismerhessék meg és sajátítsák el a japán nyelvet. Erről döntő most. Tíz igen, egy hangú szavazat az elfogadásra került. C pontja, a képviselőtestület kifejezi azon szándékát, hogy együttműködési kétszer szerepel a szándék, együttműködési szándékát jelezve a testvérvárosi kapcsolat képítését kezdeményezi. Gyakorlatilag ez a kezdeményezés befogadja, azt szeretném módosítani, hiszen a kezdeményezés nem mi részünkről történt, hanem a ideutazó japán úr részéről. Erről döntünk most. Ez nem jelent konkrét döntés, csak a kezdeményezésről szól. 10 igen, egyhangú döntést hoztunk. Kettes határozati javaslat. A képviselőtestület megismerte Mia Konojo Higashi School, High School és a Körösi Csoma Sándor Gimnázium szakközépiskolai és szakiskola és kollégium között létező együttműködési megállapodást, és azt teljes mértékben támogatja. Ez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye a Klebersberg intézmény fenntartó központ a megyei felé pedig azt kérik, hogy ők is támogassák, mert ugye ez akkor fog operatív szakaszba lépni, hogyha ők ezt magukévá teszik. Ez lenne a kettős határozati javaslatnak a lényeg. Erről döntünk most. Tíz igen. Egyhangú szavazattal elfogadásra került. De ez igaz, a szavazáson túl vagyok, én annyit hagyd mondjak el, mert látok ebbe egy ilyen célzatosságot, ugye itt most arról szólt, hogy a kendót szabad-e támogatni a városban, vagy nem. Az elmúlt egy évben sajnos csak 2 alkalommal tudtam részt venni edzésen. Nem arról szól, hogy én magam részére kendóoktatást szerveztem, mert nyilván én ebben vagyok jártas, és ebben a irányba tudtam elindulni, de szeretnék arról beszámolni, hogy most volt egy verseny, országos verseny, ahol már azok a gyerekek, akik kendóoktatásban részt vehetnek, nagyon komoly eredményekért értek el, és országosan is ott vannak abban a figyelemben, ami azt jelzi, hogy egy jó munka zajlik a városban. Ugye Mihály Konor úr, aki haddanos kendo mester, egy szép munkát végez a városban, de hozzá szeretném tenni, és szeretném, mert valahol ez fölmerül, úgy látom, hogy ez nem én rólam szól. Ez a városról szól, és azokról a gyerekekről szól, és felnőttekről szól, akik ezeket az edzéseket látogatják. Köszönöm szépen a képviselőtestület támogatását, szeretném jelezni, hogy ezt a japán nagykövetségre is meg fogjuk küldeni tájékoztató jelleggel, és természetesen, mint ahogy tavaly is, a japán nagykövetőre szeretnénk hívni és várni május 20-a környékén a megyei kulturális, japán kulturális hétre. Köszönöm szépen. 14-es napirendi pont tárgyalása következik. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2015 évi villamosenergia közbeszerzésére, tárgyalta a pénzügyi ügyrendi bizottság és elfogadásra javasolja. Összegzés: a Sörszünk Hangani Szolgáltató Kft. Megkeresett bennünket egy 2015. január 1 és 2015. december 31-e közötti időszakra vonatkozó villamosenergia beszerzés lebonyolításával kapcsolatban Salgó-Tarján gesztorsága mellett szerveznek beszerzői csoportot. A csoportos közbeszerzésnek a tapasztalatok szerint jobb árat tudunk elérni, mint ha egyedül közbeszerezhetnénk. Nyilván egyszerű logika, hogyha sokat veszünk, akkor jobb árat lehet elérni, mint hogyha keveset. Kérdezném, hogy az előterjesztéshez kapcsolatban van-e kérdés? Észrevétel, megjegyzés, ha nincs ilyen, akkor a határozati javaslatnak megfelelően döntünk el a közbeszerzésnek az elindítására. Tíz igen, egyhangú szavazattal elfogadásra került. 15-ös napirendről tárgyalunk, ami a korábban a meghívóban a 16-os előterjesztés volt. Előterjesztés a KEO pályázatokhoz BMEU önerő alapból támogatások igénylésére című előterjesztés. Tárgyalta a pénzügyi ügyrendi bizottság, aki elfogadásra javasolja. Ugye tudjuk, hogy több olyan kis erőművetre nyertünk lehetőséget, amelyek megvalósításra kerülnek. A korábbiakhoz képest a BM önerő alap lehetőségei azok kiszélesedtek, és olyan helyekre is tudunk most BM önerő alapra pályázni, amire a korábbi szabályzás szerint nem tehettük volna meg. És így gyakorlatilag a iskolaút 3-5-7 szám alá
az Óboda út 2-10, Kossuth utca 10 és a Bocskai út 6 szám alá szeretnénk beadni ezeket a pályázatokat, hogy ezek megnyert pályázatok, ezek megvalósítás alatt vannak, az önerőre szeretnénk pályázni. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban. Annyit tennék még hozzá, hogy most már vannak tapasztalati számaink is. A polgárúti iskolára került fel először ilyen fotovoltaikus rendszer. Ugye itt elektromos áram termeléséről beszélünk, és a korábbi elektromos költségeknek a 85%-át tudjuk megtakarítani a rendszerre, azaz a korábbiakhoz képest 15%-ába kerül az elektromos rendszere, a működtetése a épületnek, mint ahogy ez korábban volt. Észrevétel, megjegyzés, ha nincs ilyen, akkor határozati javaslatnak 4 darab szavazást fogunk megvalósítani, először az egyes határozati javaslatról döntünk. Tízigen egy hangú szavazattal elfogadásra került. Kettes határozati javaslattól döntünk most. Tízigennel egy hangulag elfogadásra került a kettes. Hármas határozati javaslattól döntünk most. Egészség. Tízigen egy hangú szavazattal elfogadásra került. Négyes határozati javaslattól döntünk most. Tízigen egy hangú szavazattal is elfogadásra került. Köszönöm szépen. 16-os napirendi pont tárgyalása következik. Ez az előterjesztés a szociális főprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázat benyújtására című előterjesztés, pénzügyi ügyrendi bizottság, egészségügyi szociális bizottság tárgyalta és mindenképp bizottság elfogadásra javasolja. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális főprogram megvalósítására szükséges feltételeket, mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület, valamint egyéb eszközök és szolgáltatások formájában az önkormányzat biztosítja. Ugye talán ez már a harmadik év, amikor ezt tudjuk működtetni, ezt a programot. Tudjuk, hogy korábban egy bátor döntéssel a saját forrásból tettük az egészet, most meg úgy tűnik, hogy egyre jobban finanszírozhatóvá válnak ezek a rendszerek. Egy nyertes pályázatunk ebben az évben már volt, és most egy másik pályázatot szeretnénk beadni, hogy a finanszírozást tudjuk továbbiakban is minél jobban külső forrásokra áthelyezni. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban. Észrevétel, megjegyzés. Tóth Imre képviselő úr. Talán csak annyit, hogy valóban ez a harmadik év, hogy ezt a főprogramot a önkormányzat meghirdette. Az első két alkalommal ugye saját finanszírozással, először, ha jól emlékszem, 1 millió forintot tett bele az önkormányzat költségvetésből, utána 3 millió forintot, tehát ezek a pályázati lehetőségek ezt a üzemeltetési vagy fenntartási költséget csökkentik. Tehát ez támogatható. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy országosan is magasnak számít az a sikerességi arány, ami ahogy a nánás emberek fogadták ezt a programot. Ugye itt tudni kell azt, hogy akinek nincs művelhető telke, itt mi adunk egy 500 négyzetméteres telket, hogyha nagy családról van szó, ott kétszer ekkora területet. Itt egy ilyen család van, ahol közel 10 gyerek van, és vetőmagot biztosítunk, illetve a tavalyi évtől pedig előrevett csirkét is tudtunk a rendszerbe behozni, ami egy fontos segítség szerintem. 90-95% körül a sikerességi aránya a programnak, és azt gondolom, hogy ez példaértékű. Ez jelzi azt a logikát egyébként, ami valahol a zsigerekből ott kell legyen a nánási embereknél, hogy nyilvánvalóan aki tud, az akarjon is a saját sorsának a jobbrafordításáért tenni. Még hogyha ilyen egyszerű eszközökkel is, hogy azt mondja, hogy akkor nekiállok, és akkor mondjuk felásom a kertet, vagy megművelem azt a darab földet, amit az önkormányzat biztosít. Én remélem, hogy az idei év is ilyen szépen fog sikerülni. Nagyon korai tavaszunk van, abban bízunk, hogy egyébként az a összegszerűség, amiről a kollégáink beszámolnak, egy olyan 100 és 130 ezer forint körüli értéket állítanak elő egy évben, annak függvényében, hogy ki milyen szerencsével tudja művelni a földjét, az azért jelentős mértékben hozzájárulhat ezeknek a családoknak a megélhetéséhez. Szeretném azt elmondani, hogy nemrégében volt egy konferencia,
ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya a korábbi 43%-ról 31%-ra csökkent. Nyilván a 31% is nagyon jelentős, de az, hogy 12%-ra tudtuk csökkenteni, ez egy nagyon fontos tény, és mutatja, hogy az irány az vélhetőleg jó. Köszönöm szépen, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nagyon bízom abban, és kérném a kollégáimat, hogy amit egyébként itt a költségvetésben elfogadtuk, ez a Minden Gyerek Reggelizzen program, azt kicsit komolyabban kellene vennünk, és azt is próbáljuk még akár itt az év végével is megvalósítani, de mindenképpen kidolgozni, hogy szeptembertől az tudjon elindulni. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy azoknak a gyerekeknek az aránya csökkenjen esetleg, akik úgy tudnak csak iskolába menni reggel, hogy a reggeli az nem természetes számukra. Török István képviselő úr, akkor tévedés. Szavazunk akkor a határozati javaslatnak megfelelően most. Tíz igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. 17-es napirendi pont tárgyalása következik, egy új napirend, előterjesztés ingatlan megvásárlásra. A pénzügyi bizottsági rendkívüli bizottsági ülésen megtárgyalt és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A Kenderes kert szomszédságában található termőföldjeit kínálja egy eladó az önkormányzat számára a megvételre, ami jelentős mértékben hozzájárulna magának a közfoglalkoztatási céloknak a kiteljesítéséhez, ahhoz, hogy minél több embert tudjunk közfoglalkoztatásban foglalkoztatni, ráadásul úgy, hogy saját földterületen tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani. Arra kérném, hogyha akarunk, hogy azt kért az eladó, hogy a neve, ha lehet, akkor ebben a formában ne hangozzon el. Ötvös Attila képviselő. Mint említette is, polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta ezt, és két igen, egy tartózkodás mellett javasolja megvételre ezt az ingatlant. Köszönöm szépen. Van egy kérdés? Buczko József? Először a kérdések sorát nyitnám meg. Olá Miklós képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársam. Az eladó tett egy ajánlatot, hogy szeretné eladni, és megjelölt egy gyárat, és én az előterjesztésben nem találtam olyan mellékletet, amelyik valamiféle beslés, amelyik alátámasztaná, hogy ő megfelelő árat kér. Van-e ilyen értékbecslés, vagy valamiféle ingatlan forgalmi szakértő által adott becslés? Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Kérdések sorát akkor lezárom. Ugye mi a termőföldről beszélünk, itt aranykorona érték az, ami a helyben szokásos, tudjuk figyelembe venni, de ezt pontosan fogom is ismertetni, hogy az aranykorona ebben az esetben 118 ezer forintra jön ki, ami egyébként szerintem nem egy olcsó aranykoronár, de sajnos ez már azt sem mondható, hogy olyan rendkívüli értéket jelent. Egy bizonyos, hogy mivel szomszédról beszélünk, ennek az egész közfoglalkoztatási programnak a továbbfejlesztése szempontjából ez egy fontos lehetőség, amit én még egyszer csak javasolni tudok a képviselőtestnek, hogy tegyük meg. Még egyszer szeretném mondani, 118 ezer forint per aranykorona értéket jelent ez a jelenlegi vételi ár. És szemétel megjegyzés. Ötvös Attila képviselő. Képviselő úrnak mondom, hogy tehát ez az ár, amit szerepel a szerződő tervezetben, az eladó ennél magasabb árat jelölt meg, amit mi kaptunk tájékoztatást. Köszönöm szépen. Buczko József. Köszönöm a szót, polgármester úr. Néhány gondolatot szeretnék a szóban forgó témához fűzni. A Kenderes kertnek, kert történetének két szakasza van. Az egyik, amelyik 1916 óta áll előttünk, mint apál a telep, illetve tegyük hozzá is az utóbbi két esztendőben egyfajta rehabilitáció. Ez egy másik szép korszaka, de van egy még távolabb időszaka is a Kenderes kertnek, ez pedig a Major kert, vagy Majorságnak a története, Majorságnak az időszaka. Mind a kettő abban közös, hogy ami ott zajlott ebben a Kenderes kertben, az gyakorlatilag
állandóan igényelte, szükségelte az, hogy legyen valamiféle földterület, ahonnan elő lehet állítani az ottani jószágállomány, takarmány szükségletét, illetve legyen földterület, ahol meg lehet termelni konyhakerti növényeket, különféle gyümölcsöket, stb. Sajnos az idők folyamán, a szocialista időszakában az történt, hogy a kenderesket nagy földterülete az meglehetősen lecsökkent, aminek következményeként a mostani szép gondolat, ami jelenleg megvalósulóban van a kenderes kertben, ez a bizonyos fajta rezervátum tulajdonképpen egyfajta bezártságban működik, mert hiányzik az a földterület hozzá, ami biztonságossá tehetné az ottani állatgondozást, egyáltalán az ottani életet. Most ez a terület, ami itt szóban forog, ez egyrésztről keletről, másrésztről pedig délről érintkezik a kenderes kertet, tehát magyarul közvetlenül kapcsolódik hozzá. Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen korábban része volt egyébként annak a tulajdoni helyzetnek, ami jellemezte a kenderes kertet, sőt ettől sokkal nagyobb terület tartozott hozzá, ami jelzi azt, hogy mekkora földterület látta el tulajdonképpen a kenderes kert életet. Tehát én szakmai értelemben is csak támogatni tudnám, hogy vásároljuk meg, ezáltal biztonságosabbá tehető a kenderes kerti állattartó tevékenység, de egyébként a konyhakerti növénytermesztés is. Köszönöm István Török. Köszönöm Buckó képviselő, Török István képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azon képviselők közé tartozom, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen hiteleket veszünk fel. Ez látszik ugye a Bocskai 79-nél is, hogy nem támogattam, és a munkahely irányába szeretnék elmozdulni. Pénzügyi bizottság ülésen én itt tartózkodtam, ezt átértékeltem, átgondoltam, mert hogy tüzetesebben belenéztem és néztük a hitelállományunkat, ez a terület körbeöleli a önkormányzat tulajdonát. A másik dolog pedig, ami látszik, hogy sikeresek vagyunk ebbe a közmunka, startmunka program irányába, látszik ott a növekvő állatállományunk, és az azért akár, ha nem is sokat, de azért embereket foglalkoztat és munkahely teremtés irányába is hat, ezért én azt, ezt támogatni fogom. A lényeg viszont az, hogy felhívnám arra a képviselő testület figyelmét, hogy külön kellene választani az ingatlant és a földet, két okból is, ugye, mert a földnek, teleknek nincs amortizációs költsége, míg az ingatlanoknak van amortizációs költségei, és esetleg bármilyen más beruházás, felújítás, pályázat folytán, azért biztos vagyok benne az eljövendő 7 éves ciklusban lesznek lehetőségek, hogy ott még pályázati lehetőséget esetleg benyújtsuk ennek a fejlesztésére, támogatására. Köszönöm. Amúgy én is az árat drágának tartom, de ha azt nézem, hogy be van ékelődve a önkormányzat teleközé, és valahol egy kicsit a fejlesztés miatt, hogy előre lépjünk kényszerpályán, és vagyunk így, ugye a vevő diktálja az árat, azt attól olcsóbban nem vehetjük meg, mint ahogy ő adja, vagy leengedi. Köszönöm szépen. A következő szeretnék hozzátenni, és akkor egy kicsit összefoglalva is az elmondatokat. Én köszönöm mindenkinek a támogató megszólalását. Ugye azt tudni kell, hogy amikor a privatizáció elindult, akkor 500 forint per aranykoronáért lehetett földet vásárolni. Sajnos a Hajdonás város önkormányzata ebben nem járt az élen. Sőt, azt mondhatjuk, hogy mindaz a stratégiai hely, ami a város környezetében volt, az kicsúszott a város kezéből, ami egy olyan bűn, ami hosszú ideig el fog bennünket kísérni, hiszen nézetméterre kell sokszor földeket vásárolnunk, mert szenvedünk attól a föld nélküliségtől, ami egyébként akár ipari beruházások szempontjából, akár mezőgazdasági beruházások szempontjából fontos lenne. Az egyfajta logika volt, ezt már megmásítani nem tudjuk, mert hogy ez egyrészt eltelt 20 év, másrészt meg az akkori hibákat most orvosolni nem nagyon lehet, vagy csak nagyon drágán lehet. Az a program, ami megy a városban, és én mindig elmondom, hogy a közfoglalkoztatás az nem egy elsődleges cél, de mégis egy nagyon jelentős rétegének a városnak segítséget tud nyújtani, hogyha érdemi munkáért érdemleges fizetést tudnak hazavinni, és ezt a fizetést rendszeresen tudják hazavinni. Ez látszik egyébként nem csak a statisztikában, mert a statisztikákat lehet szkeptikusan fogadni, de az látszik, hogy azért ezek nagyon komoly eredmények. Olyannyira, hogy,
hogy ne legyünk nagyon elbizakodottak, de országosan is sokan azt gondolják, és ez szerintem a város lakossága is fog ezzel szembesülni. Egyre több sajtóorgánum jön el hajdanásra, és nem azt mondom, hogy a hajdanási modell, de valamit úgy csinálunk, ahol amit kevesen csinálnak mások utánunk. Nemrégében itt volt egy tábornok úr, aki azt mondta, hogy ilyen komplexitása a közfoglalkoztatásnak ilyen komplexitásával nem találkozott még az országban. Úgyhogy ezek a rendszerek szépen lassan össze is érnek, és egy látható egész képé próbálnak összeformálódni. Az is látszik, hogy nagyon komoly és nagyon nagy költségeket jelent a számunkra, hogy termőföldet kell bérelnünk ahhoz, hogy ezek a munkák, ezek lehetővé váljanak, ezek a foglalkoztatási programok. Miközben, hogyha ezekkel a területekkel bírnánk, akkor ez egy jelentős megtakarítás és jelentős többlet lehetőséget biztosítanak a városnak. Sajnos úgy kerültek ki a város kezéből még később is ingatlanok, amire egyébként elég megkérdőjelezhető volt a felhatalmazás annak, aki ezt megtette. Azt is szeretném hozzátenni, hogy én többször fordultam már kormányzati szereplőkhöz, hogy a város határában lévő állami földekből az önkormányzat mindenképpen szeretne részesülni, mert hogy a közfoglalkoztatás szempontjából hosszú távon ezek elkerülhetetlenek, véleményem szerint. És itt vagyunk a mostani előterjesztésnél, ami mindenképpen egy olyan lépés, amire azt mondjuk, hogy próbálunk egy kicsit jobban a saját lábunkra állni, és annyit is szeretnék hozzátenni, hogy 2014-ben a mostani tudásunk szerint egy közel 100 millió forintos fejlesztés összegszerűség fog megvalósulni a Kendereskertben. Egyrészt az önkormányzat pályázat, a Nánásprok útra pályázat, ez nagyjából mind a 2018-18 millió forint, és a Hépszog Kft. Pályázott egy turisztikai látogatóközpontra. Arra még nincs írásbeli értesítésünk, de a tudásunk az, hogy pozitív elbírálás alá fog esni, ami egy közel 60 millió forintos fejlesztés fog magával hordozni. Ez azt jelenti, hogy turisztikai attrakciófejlesztés szempontjából is további olyan szolgáltatásban megjelenő munkahelyek jelenhetnek meg a városban, ami nem tömeges munkahelyeket jelent, nem százával fogja jelenteni, de azt gondolom, hogy abban a logikában, amit török képviselő is megfogalmazott, hogy munkahelyek, teljes egészében egybevág az a logika, amit próbálunk csinálni. És az a logika, hogy a termeléstől, a feldolgozáson keresztül, a végső értékesítésig a mi kezünkben legyen ez a rendszer, az szép lassan összeáll, mert ugye az első számú logikánk, amit meg tudunk termelni élelmiszert, azt a közétkeztetésbe tudjuk bevinni, hiszen legfontosabb az, hogy a gyerekeink azok egészséges élelmiszert fogyasszanak. Ennek érdekében az idén teljes egészében átállunk ökológiai gazdálkodásra, mind állat és mind növénytermesztésbe. Másodszorban pedig a feldolgozott termékeink, hiszen egy kis feldolgozó kerül átadásra most a tavasz folyamán, már most üzemel is. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozott termékeinket pedig, ha lehet, akkor a turistákkal szeretnénk elfogyasztatni, és ennek egy nagyon fontos színhelye szintere lehet a Kendereskert is. Szeretném azt elmondani, hogy úgy, hogy érdemben nem működik a Kendereskert, úgy, hogy nincs hirdetve, osztályok, kisebb, tágabb közösségek folyamatosan látogatják most már a területet. Egyfajta reklám nélkül is elindult, hiszen ma már sajnos hajdanási gyerekek számára is kuriózum egy szarvasmarhát látni, főleg, hogyha ez szürke marha, egy bivajt, egy mangalicát, vagy más egyéb olyan haszonállatot, ami nem tartozik most már hozzá a hétköznapjainkhoz. Én abban bízom, hogyha ez el tud indulni a mostani elképzeléseink szerint, egyébként május 17-én lenne a kertek a nyitása, és a nyári szezon már végig tudja vinni. Egy olyan látványosság, egy olyan turisztikai attrakció lehet a városnak, ami egyrésztről az idérkező turisták számára, a város lakossága számára és a iskoláink gyerekei számára is nagyon komoly vonzerővel fog bírni. Köszönöm szépen, így foglaltam volna össze, és akkor a határozati javaslatnak megfelelően döntenék el ingatlanok megvásárlásáról. Külön épületről, mert az úgy célszerűen az amortizációval. Nem, nincs a döntésnek az majd a további pénzügyi műveletek szempontjából fontos. Köszönöm szépen, és akkor erről dönteni most. Egy elvi döntés akkor.
Megveszik is talán, hogy lengyel tőkkel. 9 igen, 1 tartózkodással tartózkodott, Alán Miklós képviselő elfogadásra került. 18-as napirendi pont tárgyalása következik, egy új napirend, előterjesztés Világos Magyarországért versenyben történő részvételről. Ugye a bizottságok ezt nem tárgyalták, tavalyi évben részt vettünk ebben a programban, egy nagyon szép belügyminiszteri elismerő címet kaptunk, és 320 településből az első, talán az a hatodikak vagy hetedikek lettünk. És ezt a programot szeretnénk továbbvinni, ami azt jelenti, hogy egyrészt a városközpont tekintetében is, és egyéb más helyeken is szeretnénk fásítani, világosítani. Ezek ebben az évben jelentős mértékben olyan örökzöldeket érintenek, amik egyébként nem csak egy évadra szólnak, hanem ez hosszabb távon is azt a célt tudják szolgálni, hogy a város megjelenése rendezettebb legyen. Itt szeretném elmondani, mert a közelmúltban egyfajta vízhangot váltott az, hogy ki, hogy fákat sikerült kivágni a városban. Szeretném hozzátenni, hogy sajnos ez a éves programnak mindig része, hiszen a fakivágásokat azokat téli időszakban logikus megtenni. Hozzá kell tennem, hogy több olyan része volt a város külső környezetének és a belső környezetének, ahol fák kerültek kivágásra. De szeretném hozzátenni, hogy közel 1000 darab növényt fogunk most elültetni, mert a faültetésnek az ideje meg most jön. Ez lényegesen, nagyon sokszoros azoknak a fáknak, amik kivágásra kerültek, és ez is hozzá fog ahhoz járulni szerintem, hogy a város arculata az szebb és zöldebb lesz. Ebben nincs összegszerűség? 1 millió forintos keretösszegről beszélünk, gyakorlatilag ez a jelentkezés 2014. május 31-éig kell begyújtani. Buczko József, képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Néhány gondolatot szeretnék elmondani a virágosításra és a fásításra kapcsolatban. Amikor az ember régi képeslapokat, régi felvételeket tanulmányoz, akkor mindig rádöbben arra, hogy az épített környezet és a természetes vagy ember által alkotott fás, ligetes, parkosított környezet az mintha ordító ellentmondásban lenne egymással, pedig nem így van. Éppen ellenkezőleg nagyon is jól tudták, hogy amit ékítményről odaépítettek egy település központjába vagy bárhová, akkor azt milyen fákkal díszítsék a környezetét illetően, takarják el vagy ne takarják el. Úgy tűnik, hogy mi itt hozzájuk képest több évtizednyi késéssel nemigen értjük a gondolkodásukat. Ebből következik aztán az, hogy olyan fákkal is tele sikerült ültetni az elmúlt évtizedek során a települést, amelyek egyrészt túl gyorsan öregszenek el, túl hamar válnak balesetveszélyessé, és hát ugyancsak egy fontos szempont, hogy túlságosan gyorsan nőnek rá úgymond nagyon fontos épületekre, amelyeknek éppen az lenne a rendeltetés, hogy díszítsék, ékítsék is a város utcáit, a város főterét. A szóban forgó fák, amelyeket a polgármester említett, sajnos ebbe a kategóriába tartoznak. Olár Miklós képviselő társammal konzultáltam a témát illetően, amikor a főtér rehabilitációja zajlott, akkor is szóba került már egyébként ezeknek a fáknak az ügye, kérdések, de akkor még kaptak egy esélyt egyéb iránt. De a megcsonkolások, a belső előregedések, azok sajnos megteszik a maguk hatását. Mi az, ami ebből levonható? Az, amit most illetve a negyedik éve a műszaki irodával is próbálkozunk megvalósítani, hogy minden olyan faültetés esetén, amely megvalósul a város területén, ötször is meg kell gondolni azt, hogy milyen környezetben, milyen fát ültetünk. Mert amikor elültetünk egy fát, még kicsi, de 20 év múlva már óriási problémát fog okozni, hogyha nincs átgondolva, hogy a fának mi lesz majd a végső megjelenési formája. Ami pedig a virágosítást illeti, szép hagyománya a városnak egyébként. Csak ugye volt ezen mindig egy gond, hogy elsősorban a település centrumára fókuszált. Nos, ugye elmúlt évek bizonyították, hogy azért vannak ám becsatlakozó utcák, vannak periférikus területek, lehet a fürdő felé is tekinteni, és ha pedig abból a logikából indulunk, hogy mi egyébként nagy hangsúlyt kívánunk fektetni nem csak a helyi közérzet javítására, hanem például a turizmusra is, akkor bizony áldoznunk kell arra, hogy szép, tiszta, üde, rendezett és állandóan karbantartott parkfelületeink legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A tavalyi évben egyébként kertészeket is megkerestünk, profi kertészeket, és nekik például az volt a javaslatuk, hogy a városba érkezve ezeken a beérkező utakon teljesen átgondolatlan fásítások történtek, és nekik akkor az volt a álláspontjuk, hogy ezt rendezni kellene. Egyrészt ennek a költsége volt elég jelentős, mert
közel 5 millió forintos költséget jelentett volna, amire nem láttuk a fedezetet, de azt gondoljuk, hogy hosszú távon és ütemezetten ezeket egyébként meg kell tenni, és tényleg olyan fákat kell ültetni, ami egy-egy helyen megállja a helyét. Ugye minden évben felszisztenünk, amikor a E.ON megérkezik, és alvállalkozókkal gyakorlatilag végig csokkintja a hálózat alatt lévő fákat, és ezt jogosnak érezzük, ezt a felszisztenést. De közben nem gondolunk arra, hogy amikor elültetünk egy fát, annak a fának van egy természetes kifutása, csak egy fát ültet, annak felelőssége is van abban a tekintetben, hogy milyen fát és hova ültet. Mert nyilván egy vezeték alá olyan fát ültetni, ami egészen bizonyosan bele fog nőni a vezetékbe, az nem logikus. Lehet azt mondani egyébként, hogy mi nagyon környezettudatosak vagyunk, és az E.ON vigye onnan azt a vezetéket. Én egyébként nem értek azzal egyet, ahogyan ők ezt kezelik, de egészen biztosan valamit tenniük kell abban a tekintetben, hogy ezek a fák ne nőjenek bele a magas feszültségbe. Pontosan olyan fákat kellene egyébként ezek alá a magas feszültségű vezetékek alá ültetni, ami nem képes beledőlni, mert egy fának van habitusa, az amikor elültetjük, pontosan lehet tudni, hogy az nagyjából hány méter magasra fog nőni, és milyen lombozatot és milyen módon fog viselkedni. Erre kell jobban odafigyelni. Olá Miklós képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen dologgal, mint a fák kivágása, mindig nagyon körültekintően kell eljárni, és célszerű mindig előtte tájékoztatni az ott élőket, és akkor talán kisebb a felháborodás. Azt gondolom, hogy nyilván ezzel együtt kell élni, a fák megnőnek, és bizony időnként elövegednek, és sor kerül a kivágásra, de pont ez az, amit meg kell értetni, és valószínűleg, hogy előzetesen bevonjuk a döntésbe a lakosságot, akkor másként fogja viselni. Ez az egyik kérdés. A másik, örülök, hogy erre a pályázatra a város benevezés, és nem kifejezetten a pályázat értéke miatt, hanem tényleg ezzel élhetőbbé, lakhatóbbá válik a városunk. Néhány évvel ezelőtt voltam majdnem az ország közepén levő Csemő településen, ahol gyönyörű, szép, virágos, igazi fás település lehetett látni. Akkor ő volt az év nyertese a kis települések között. Annyival másabb ott a dolog, és ez mintaértékű, hogy ott a önkormányzat csak mint kezdeményező száll bele a dologba, és a lakosság öntevékenyen saját maga mind a köztövetet, mind a saját ingatlanát gyönyörű szépen rendben tartja, virágosítja. Itt Hajdunánáson is próbáltunk elindítani a Vöröskereszt keretében egy ilyen folyamatot, időnként az önkormányzat együttműködve. Ez nyilván azt jelenti, hogy a parkgondozásban be nem van területeken a lakosságot, arra kérjük, hogy lehetőleg vegyen részt ebben a programban. Én most is azt szeretném kérni, hogy a városon kívül a lakosság is tegye oda magát el, és aki csak teheti, vegyen részt, hogy minél szebb és virágosabb legyen a városunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Akkor a határozati javaslatnak meg fel dönteni most, hogy részt veszünk ebben a programban, és a 1 millió forintos keretet biztosítjuk emellé. Erről döntünk most. Tízigen egyhangú szavazat az elfogadásra került. 19-es napi rendi pont tárgyalása következik az előterjesztés Cserepes Ádám támogatására. Bizottság nem tárgyalták, a képviselőtestület Cserepes Ádám 7. osztályos tanuló számára támogatást nyújt, hogy a hollandai Utrechtben 2014. április 19-e 20-a napja között megrendezésre kerülő bajnokságon részt vehessen 70 ezer forint összegű támogatásra járul hozzá a képviselőtestület. Egy ilyen megkeresést kaptunk, és én azt gondoltam, hogy ez legjobb, hogyha a képviselőtestület egyrészt értesül, másrészt meg tud erről dönteni. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Észrevétel, megjegyzés, ha nincsenek a határozati javaslatra megfelelő most. Itt több talán, ugye egyetlen.
10 igen egyhangú szavazat az elfogadásra került. 20-as napi rendi pont tárgyalása következik, ez is egy új napi rendi pont. Ez a 31/2014 második 14-es határozati javaslat módosításáról szól. Ugye a diákok egyedi jutalmazása volt március 15-én, és egy diák kétszer szerepelt a előterjesztésbe, ezért kell pontosítani és módosítani a határozati javaslatot 516.500 forintra. Erről szól az előterjesztés. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztésen? Észrevétel, megjegyzés, ha nincs ilyen, akkor a határozati javaslatnak megfelelő most. Kilenc egyhangú döntéssel elfogadásra került. 21-es napi rendi pont tárgyalása következik, ez a meccsolóban a 18-as napi rend volt. Tájékoztató a hagynonállás 0554/2-es helyre is számos, a vele szomszédos 0554/20 helyre is számú ingatlanokkal, valamint a 0554/21-es helyre is számú csatornával kapcsolatos peres eljárás. Ez egy tájékoztatás képviselő testület felé, pénzügyi, ügyrendi bizottság és a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. A előterjesztésnek a lényege az, amit ahogy mondottam, egy tájékoztatás, hiszen ez a ügy már régebb óta húzódik. Az önkormányzat döntött arról, hogy azt a felajánlást, amivel az ingatlan az önkormányzati tulajdonába került, azt elfogadta. És az is látszik, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak egészen biztosan lépéseket kell abban a tekintetben tenni, hogy az általa birtokolt tulajdon az használható állapotban maradhasson, ami elsősorban az én meglátásom szerint tárgyalás kell, hogy legyen, de hogyha tárgyalás nem vezet eredményre, akkor minden lehetőséget meg kell keresnünk ahhoz, hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani. Úgy itt egy lőtérről beszélünk, ami egyrésztről egy komoly érték, másrésztről pedig egy olyan turisztikai attrakció lehet egyébként a város életében, amit kár lenne hagyni tönkre menni. És ennek az érdekében el is indultunk, olyan térképek beszerzését szeretnénk megvalósítani, és úgy néz ki, hogy ez talán sikeres is lesz, ami 78 előtti időszakot fogja tudni egészen pontosan bemutatni. És ezzel lehet talán tisztázni azt a helyzetet, ami most egy térképészeti hiba kapcsán áll elő. Egy pár tízezer forintos vitából pedig veszélyben forog egy sok milliós, mondhatni azt, hogy ha most kellene ezt megépíteni, egy 10 milliós nagyságrendű lőtérnek a jövőben sorsa. Elsősorban még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy békés megállapodásra törekszünk, és abban bízunk, hogy kiemelve, egy magasabb szintre emelve ezt az ügyet, mint ahogy az korábban volt, hiszen innentől kezdve ez városi ügy és közügy. A célunk az, hogy minden hagynási ember számára ez egy elérhető szolgáltatás legyen, és egy olyan turisztikai attrakció legyen, amely ide vonzza az embereket, hiszen ez a lőtér ez alkalmas volt nagyon komoly országos versenyek megrendezésére, és abban vagyunk szerintem érdekeltek, hogy ez az állapota ez meg is maradjon. Mint ahogy jeleztem, a bizottságok tárgyalták, és a bizottságok elfogadásra javasolják. Ötvös Attila, képviselő. Azért kérdem szót, mert a bizottság egy konkrét dátumot, amit polgármester úr is mondott, hogy egyességre törekednek, mi egy konkrét dátumot is megfogalmaztunk, tehát hogy 2014. március 31-éig kerüljenek ez a megtárgyalás végrehajtásra. És lehetőleg az egyesség is minél. Mikor? 31. Március 31. Nem gondoljam, hogy olyan, ugye? Hatékonyan leszünk. Egy április 15, jó? Elég hatékony, mert tűnik. Mintha ez. Fölmerült itt a polgármester úrban egy kérdés, de meg is adom nekem, hogy ügyrendi hozzászólást kért. Tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy ez egy nagy értékű ingatlannak a egyáltalán megmentésé, hasznosításáról van szó, és ez igazából az a helyzet, amikor igazából mindenki jót akar, és mégis valahogy a dolgok nem haladnak előre. Én úgy gondolom, hogy a tulajdonosok is elkötelezettek a hajdudánási lövészsport, illetve hát az ezzel kapcsolatos vadászattal kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy ezt a tárgyalást magasabb szintre kellene emelni. Én kérem, hogy ezt a jelenlegi előterjesztést köszönjük meg, hogy elkészült, de vegyük le a napirendről, és a képviselőtestület hozzon létre egy olyan tárgyaló bizottságot, vagy testületet, vagy nem tudom, valamilyen munkabizottságot, ami a tulajdonosokkal megállapodásra jut, és a következő plenáris testületi ülésre
ezt hozza be, amennyiben ez sikerül neki. Nyilván ez a pénzügyi bizottságból, városfejlesztési bizottságból, illetve a polgármester által kijelöltekből adódjon. Török István képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Bocsánat, fölhívja figyelmet jegyző, és jogosan, hogy a idegeni kérdésre vita nélkül kell döntenünk. Akkor erről döntünk, amit a polgármester úr javasolt, hogy vegyük le és egy delegációt nevezzünk meg. Mondjuk én a delegációt én egyszemélyesre javasolnám, egyébként a polgármester úr személyében. Az elég operatív tud lenni szerintem. Tudunk egyetni mindenki? Befogadja, akkor erről szavazzunk. Tessék? Igen, ez az ügyrendi javaslat. Az ügyrendi javaslat ez, én nem tudok más tenni. A polgármester megtette a javaslatát. Nem, föntartom a javaslatot. A kérdés az, hogy a képviselőtestület elfogadja ezt a javaslatot. Nem kötelező elfogadni. Most szavazunk erre. És hogyha ezt elfogadjak, utána döntenünk el arról, hogy ki lesz akkor ez a tárgyalója. Hét igennel elfogadta három tartózkodás mellett. Tartózkodott Buczkó József, Török István és Szabóné Martéva. És akkor én javaslatot teszek a tárgyaló delegációra, Szabó. Dr. Juhász Endre személyében. És akkor határidőt? Április végére. És akkor április végére kérdénk. Hát a következő testületű és oldunk egy elfogadás. Ha ez így elfogadható. Jó, akkor erről döntünk. Igen. Hát már nem. A polgármester vállalta? Hát én, nekem kötelező vállalni, hogyha a polgármester úr... kötelezően vállalja. Hát ez nekem nincs... Április testületű és most erről döntünk. Nyolc igen, két tartózkodás már tartózkodott, Török István és Dr. Juhász Endre elfogadásra került, és akkor áprilisi testületülésen tudjuk ezt megtárgyalni. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 19-es volt, most már 22-es napirendi pont. Előterjesztés a magántulajdonban lévő kisközök tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos előterjesztés. Kettő darab bizottság, a pénzügyi ügyrend és a városfejlesztési bizottság tárgyalta meg, és mind a két bizottság elfogadásra javasolja. A képviselőtestület ugye úgy határoz, hogy elfogadja a magánszemélyek által ajándékozás jogcímén felajánlott ingatlan részeket, és azokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja. Arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, ugye hogy sokszor beszéltünk arról, hogy van egy derogációs pályázatunk, ami azt a célt szolgálná, hogy azok a kisközök, azok a területek, amik korábban nem kerültek be a szennyvíz csatorna ellátottság körébe, azokat meg lehessen valósítani, és ugye ez egy előkészítési stádium, és ezután fog következni egy olyan stádium, amikor meg a konkrét kivitelezésre fogunk tudni pályázni. A probléma abból ered, hogyha hagyonálláson, amikor ezeket a nagy telkeket próbálták felosztani, akkor kisközöket nyitottak a egy-egy nagyobb telekbe, ami azt hozta magával, hogy felosztatóvá váltak a telkek, viszont ezeknek a kisközöknek a sorsáról érdemben nem döntött senki sem, vagyis magántulajdonban maradtak a kisközök. Mostani tudásom szerint magántulajdonon ilyen jellegű beruházást, önkormányzati beruházást nem tudunk végrehajtani, ami azt jelenti, hogyha nem kerül át önkormányzati tulajdonba ezek a kisközök, azok a kisközök, amelyek nem önkormányzati tulajdonak, nem lehet a beruházásba bevonni. Ugye itt van olyan, aki fölajánlotta, van olyan, aki nem hajlandó fölajánlani, van olyan, aki csak pénzért hajlandó fölajánlani. Az önkormányzatnak nincsenek pénzügyi forrásai arra, hogy ezeket az ingatlanokat megvásárolja. És ugye a mostani döntés az, hogy aki már fölajánlotta és ez át tud kerülni az önkormányzat tulajdonába, azokat most befogadjuk és abba a vagyon körbe soroljuk be, ami üzleti vagyonként szerepel az önkormányzat vagyon leltárába. Én csak azért mondtam ezt megint ilyen nyomatékosan el, hogy azok a kisközök, ahol ez a felajánlás nem történik meg, azok kimaradnak abból a fejlesztésből, ami előttünk áll, és nyilván az lenne a szerencsés, hogyha ez mégsem így történne. Arra kérem a kisközök tulajdonosait, kisközök lakóit, hogy vegyék komolyabban és keressék az önkormányzatot abban a tekintetben. Mi mindenkinek küldtünk egy levelet egyébként, felhívtuk a figyelmüket erre, de ezt most szerettem volna nyomatékosítani itt a képviselőtestület ülésen is.
sajnos kimaradhatnak azok a fejlesztésből, akik nem adják át az önkormányzat tulajdonába ezeket a kisközöket. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban. Ötvös Attila képviselő. Köszönöm szépen. Nekem az lenne a kérdésem, hogyha ez a beruházás akkor is megvalósulhat-e, ha csak bizonyos kisközöket tudunk tulajdonba venni. Tehát kell-e az egész... Jó, kérdések? Ha nincs kérdés, akkor a kérdések sorát lezárom, észrevételek lehetősége. Dombi György képviselő. Köszönöm a szópolgármester úr. Akkor a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, én akkor a jegyzőtől megkérdeztem, hogy nem lenne célszerű, hogy ezeket az embereket, akik esetleg nemleges választ adtak, vagy nem reagáltak az önkormányzatnak a megkeresésére, esetleg személyesen felkeresni, és akkor a jegyző úr azt mondta, hogy itt személyi problémák vannak, tehát nincs elég ember arra, hogy ebben részt vegyenek ebbe a tevékenységbe. Akkor én, mint önkormányzati képviselő felajánlottam azt, hogy én személyesen is részt vennék esetleg ebbe a munkába. Én ismerem a körzetemben lévő kisközöket és az abban lévő problémákat, az ott élő személyeket. Én szívesen részt veszek ebbe a tevékenységbe. Én a körzetemben lévő kisközökben lakókat, akik nem nyilatkoztak, vagy nemleges választ adtak, én felkeresem és próbálom őket meggyőzni, hogy ez tulajdonképpen az ő érdekük is, az ő érdekében történik az, hogy a város átvegye ezeket a kisközöket. Köszönöm szépen. Tóth Imre képviselő. Az előterjesztésből nekem úgy tűnik, lehet, hogy csak én látom így, hogy valószínű, hogy akkor, mikor a teleposztások történtek, itt valamiféle hiba csúszhatott be, tehát nem vették közösségi tulajdonba azokat a kisközöket, amik ott kialakultak, hiszen abból, ami itt a felsorolásból kitűnik, ugye 51 fő abban a pillanatban lemondott róla, de 51 fő pedig elhunyt, és a hagyatéki eljárás során nem is hagyatékolták el az ingatlan. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy nem is tudták, hogy az a hagyaték részét képezi, hiszen mindenki úgy volt vele, hogy az természetesen közösségi tulajdon. És most szembesültek azzal, hogy valahol valami történt. Nyilván egyesek megpróbálják úgy kezelni, hogy annak a mikroközösségnek, ami benne lakik abban a környezetben, az a közös érdeke, hogy bekerüljön közösségi tulajdonba. Nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez, ha így alakult, akkor megpróbálok valami kis hasznot ebből kihozni. Köszönöm szépen, Buszkó képviselő. Polgármester úr, talán csak kevesen tudják már Hajdúnánáson, hogy a kisközök valójában nagyon-nagyon sajátos képződményei, fejlődései a város szerkezeti történetnek. De legalább 150 éves története van ennek a nagyon sajátos város szerkezetnek, illetve ennek kialakulásának, és hát pont ebből következhet egyébként az, amit tapasztaltunk a mostani kérdőjeles megkérdezés eredményeképpen, hogy nagyon sokan most ocsúrnak arra rá, hogy valójában amit egyébként közösen használnak, az nagyon is magántulajdonhoz kötődik, ott személyes magántulajdonok vannak. Na most hát ugye ez egy ilyen ocsorási időszak, ennek a következménye az, hogy most akkor mindenki tájékozódik, hogyha nekem itt van valami, akkor annak biztos van ára, ha ára van, akkor az mekkora érték legyen, tehát itt sajnos most az emberek elkezdtek gondolkodni. Egy biztos, hogy nem teljesen tiszta a kép. Látható, hogy a kérdő és megkérdezés eredményeképpen még nem tisztult le a helyzet közel sem, csak töredékében lehet elmondani egyébként azt, hogy megértették, hogy a továbblépésnek egyetlen lehetőség van, hogyha ezt átadják, felanyálják vagy eladják, hogy városi tulajdonná váljon. Dombi képviselőtársam felvetett egy gondolatot, ami egyébként a Városfejlesztési Bizottságon is megfogalmazódott, és egy másik is. Ez is egy járható út, ezt köszönettel vehetjük. De tekintettel, hogy a kérdőjeles megkérdezés az még nem hozta meg a kellő eredményét, föltételezhetően egy újabb sem, talán meg lehetne fontolni azt a lehetőséget, hogy egy megfelelő helyszínen az érintetteket meghívni egy személyes konzultációra, ahol meghallgathatnák érthetően, egyszerűen, tisztán, hogy erről van szó, mindannyiuk saját közös érdekét jelenthetné az, hogyha tudnának együtt gondolkodni, ha nem, akkor maradnak azok az állapotok, amelyek ott jellemzőek. És még egy mondatot szeretnék elmondani, hogy a város az elmúlt másfél-két évtizedben gyakorlatilag minden utcáját kikövezett, közművesített, stb. E tekintetben az idő megállt a kisközökben, és nem a város hibájából, teljes egészében objektív okok miatt állt meg, és hogyha ezen nem tudunk segíteni az ott lakó közös akaratával, akkor az idő változatlanul ott meg fog állni. A szennyvizet oda fogják beengedni, a önmaguk alá tulajdonképpen nem lehet kikövezni, aszfaltozni, semmit nem lehet csinálni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Alá Miklós képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársam, azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a itt ülők teljes mértékben egyet tudnak érteni. Inkább akik nézik a testület ülésre szóló közvetítést, és remélhetőleg vannak olyanok is, akik most még tulajdonosai bizonyos kisközöknek, inkább nekik szólna, amit szeretnék mondani. Tehát az itt megvaló, régebben megvalósult csatornázási tevékenység befejezése lenne az, hogy mindenki hozzáférhessen ehhez a szolgáltatáshoz, amelyik azt gondolom valamennyiünk közös érdeke. És elnézést, amit mondok, de hosszú évekig hajdon állás egy nagy pisi hegyen ért, és jelenleg ez már kezd megszűnni, mert a csatornázottság igen jó, de hogy teljesen megszűnjön, ez csak a teljes csatornázottsággal kell. Ez kifejezetten közegészségügyi kérdés, és ennek nagyon nagy a súlya, nagy a fontossága. És akkor van ennek anyagi vonzata. Ha a későbbiekben kimarad valaki ebből, csak saját maga tudja ezt a beruházást megvalósítani, és gondoljuk végig, most érvényes, és a régebben érvényben a jogszabályok alapján egyébként ezekben a kisközökben élők is kötelezhetők, hogy a kisközük végén elmenő közműre kötelezően rá kell, hogy csatlakozzanak. Tehát ezt a lehetőséget szalasztják el, hogy most gyakorlatilag 100% állami támogatásból megvalósuljon az a beruházás, amit a későbbiekben nekik kellene megtenni. Mert ugyanis ha nem teszik meg, nyilván a egyébként nem népszerű, de egyébként logikusnak tűnő talajterhelési díj terhelni fogja őket. Végig kell gondolni, és azt gondolom, hogy többen még nem foglalkoztak elég mélységben azzal, hogy igenis kiterjed rájuk azzal, hogy az ő magántulajdon kisközük végén elmegy a közmű, tehát kötelezően igénybe kell vennük. Tehát nem lesz felmentésük, hogy ne kell megfizetni. És ezt, ha így nézzük, maga a talajterhelési díj is sokba kerül, ha pedig saját maguknak kell a beruházást megvalósítani, az együtt meg még többet. Én arra kérem ezért, hogy aki nem reagált, gondolját, és mindenképpen jelentkezzen is. Csatlakozzon ehhez a gondolathoz, aki pedig úgymond ragaszkodik a tulajdonához, akkor tudja, hogy azzal milyen kötelezettség jár, és ennek fényében lehetőleg értékelje át. Köszönöm szépen! Tóth Imre képviselő. Buckó képviselőtársam utalt már arra, hogy milyen történelmi hagyományai vannak, hogy kialakult ez a rendszer nálunk, és ebből kifolyólag kialakult ez a probléma. Nem azt kívánom szaporítani, csak azért, hogy akik benne vannak ebben a rendszerben, lássák, hogy mi az a hagyaték, amit örököltünk tulajdonképpen. Ugyanis ha megkérdeznénk ezekben a kis közökbe, kis utcákba lakókat, valószínű, hogy nagy része nem tudná, hogy miért került ő abba a helyzetbe, vagy hogy alakult az úgy, ahogy alakult. Tehát ez oda vezethető vissza, hogy ezeket a kettős, úgynevezett kettős beltelkű településeket, a kettős beltelek jellemzője volt az, hogy a belső beltelken laktak a polgárság, a lakosság nagy része, a külső beltelken folyt a gazdasági tevékenység. A önkormányzat birtokában is van olyan 18. század térkép, talán a honlapra is fel lehetne tenni, mert egy illusztris példája annak, hogy hogy nézett ki a település korábban. Tehát megvolt a belső sűrűn lakott város maga kiskörúton belül, a sugaras, a legelőkre táguló utcák, hogy mikor hajtották ki fel az állatokat, egyre több állat jött ki, és azért az utcáink nem párhuzamosak, hanem ilyen tölcsérszerűen kiszélesedők, és ezért volt az, hogy egyes utca szakaszokon utca hosszan nem volt két-három lakásnál több. A többi pedig a gazdasági terület volt. Saját példámon tudom mutatni, ahol jelenleg én lakok, azon az utca fronton a honfoglalás úttól a munkások, illetve a Táncsics utcáig három lakás volt összesen. Az összes többi a gazdasági tevékenység részét képezte. Mikor ezek felosztásra kerültek, nyilván más mód nem lehetett, volt olyan, ahol új utcát nyitottak, gondolok itt a Sósárára, de ahol nem lehetett olyan területeket kialakítani, ami a beépítés lehetővé tette, itt pedig a kis utcákat kellett, ezeket a kis közöket kialakítani. Tehát ezért adódott az így, tehát azért mondom, hogy ezekből van ez a kettős beltelkes település szerkezetből. Sajátos probléma ez. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Sok vélemény elhangzott. Örülök neki, hogy ezek egybecsengenek, és ugye arra próbálják a lakosságot meggyőzni, hogy minél gyorsabban rendezzük ezt, hiszen tényleg egy közös ügy, hogy minél magasabb szintű legyen a csatornázottság. Dobi képviselő felajánlását én köszönöm. Én is ezt teszem, csak nem a körzetemben, hanem az egész városban. Szerintem természetes, hogy mindenki, aki érintett képviselő, az tegye meg a saját körzetében, saját környezetében azt, hogyha megkeresik ezzel a problémával, akkor világosítsa fel az embereket, hogy ez tulajdonképpen egy közös ügy, és a saját érdekében fontos lenne ennek az átadása. Kitekintettünk, maga az előterjesztés az arról szól, hogy akik már felajánlották, azoknak a felajánlását fogadjuk el. Erről döntünk most. Kilenc egyöntetű szavazattal elfogadtuk. Szavoni Martíva gépen is bekapcsolva. Köszönöm szépen. Akkor így már 10 egyhangú döntéssel elfogadtuk. 24-es napirendi pont tárgyalása következik, ez a meghívóban a 21-es napirend volt előterjesztés Daróczi Zoltán kérelmével kapcsolatban. Pénzügyi Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az A változatot, támogatja. A Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az A változatot, támogatja ő is. Ajándékozás, jó cím. Jogos, köszönöm szépen, elnézést kérlek. Akkor visszaugrunk egyel. A 23-as napirendi pont tárgyalása következik, ami meghívóban a 20-as napirend. Előterjesztési magánszemélyek által ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlanról. Ugyanez a két bizottság tárgyalta, mind a két bizottság elfogadásra javasolja. A zárt kert ingatlanjainkat már művelni nem tudó magánszemélyek ajánlották fel ingatlanjainkat az önkormányzat részére annak érdekében, hogy ezer ingatlanok a továbbiakban is eredeti funkciójának megfelelően hasznosításra kerülhessenek. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolatban van-e kérdés? Észrevétel, megjegyzés. Az azt jelenti, hogy elfogadjuk azokat a felajánlások, amelyek megtörténtek. Most döntünk erről. És határozati javaslat pedig aképpen, hogy a képviselőtestület úgy határoz, hogy köszönettel elfogadja az alábbiakban felsorolt magánszemélyektől annyiában lévő ingatlan részeket. 10 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. 24-es napirendi pont következik, amely 21-es volt, amit az előbb itt ismertettem. Ugye a kérelmező külterületi saját használati útművelési ágó ingatlanok cseréjét kéri a tulajdonában lévő halastó megközelítésének megkönnyítése érdekében, valamint a jelenleg haszonbéletben lévő önkormányzati tulajdon árok megvásárlására irányuló kérelme a halastó vízellátása céljából. Kérdés az előterjesztéshez. Észrevétel, megjegyzés. Ugye a mostani egyöntetű bizottsági álláspont az az, hogy az utak cseréjéhez hozzájárul, magához az árok eladásához nem, mert hogy a logikája, jól gondolom a döntésnek az az, hogy ez az árok, ez más egyéb célokat is szolgálhat, más területnek az öntözési céljait, ezért nem javasolja. Természetesen a halastónak a feltöltését továbbra is szolgálhatja, de hogy a javaslat, ha jól tudom, az, hogy akkor ez a magát, az árkot azt ne adjuk el, hanem maradjon a jelenlegi állapot. Észrevétel, megjegyzés, ha nincs, akkor a bizottsági álláspontoknak megfelelően dönt a képviselőtestület most. Tíz igen egyhangú döntés született. 25-ös napirendi pont tárgyalása következik, az a meghívóban a 22-es napirendként szerepelt. Megint? Kettőbe szavazunk akkor. Először arról döntünk, hogy az utak cseréjét azt lehetővé tesszük, akkor most döntünk erről. Tíz igen egyhangú döntés született, a másik meg nyilván arról szól, hogy az árkot meg nem kívánja értékesíteni a képviselőtestület. Tíz igen egyhangú döntés született ebben, és 25-ös napirendi pont tárgyalása következik az előterjesztés Mirko Sándor Lajos kérelméhez. Tárgyalt a pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság, mind a két bizottság elfogadásra javasolja. A kérelmező a honfoglalás 65 szám alatti társasházi ingatlannak egy
körülbelül 585 négyzetméter területi részét kívánja megvásárolni. Az ingatlan 125 per 208 része az önkormányzat, míg 83 per 208 része magánszemélyek tulajdonában van. A magánszemélyek az értékesítéshez hozzájárultak, így az eladás esetén a vételár egy része őket illeti meg. És ha jól értem, a törvények alapján mi a felértékelési ár alatt nem értékesíthetjük. Ugye a felértékelt ár az 877.500 forint, és itt pedig... Ő meg nagyjából a felét ajánlotta. Ötvös Attila képviselő kért szót. A bizottságunk három igen és egy nem szavazattal a felértékelt árat javasolja, tehát a 877.500 forintot elfogadásra. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel? Ja, a vagyonról szóló stabilitási törvény nem teszi lehetővé, hogy olcsóban adjuk el, mint ahogy ez felértékelés megtörténik. Erről döntünk most, hogy a bizottsági álláspontot fogadjuk el. Tíz igen egyhangú döntés született. Körkérés lehetőségét, vagy a hozzászólások lehetőségét adnám meg a polgármester úr, Robi képviselő. Köszönöm, hogy egy gondolatot szeretnék elmondani. Ugye immár negyedik éve az önkormányzat vállalta a 13-es korszak gyerekek HPV védőoltását. A napokban hallhattuk azt, hogy Szócska Miklós államtitkár bejelentett, hogy erre a kormány kötelezettséget fog vállalni, tehát meg fogja tudni oldani a védőoltást. Azonban nem szeretné az önkormányzat azt, hogy ebben az évben kimaradjon ez a korosztály, tehát arra szeretném fölhívni a figyelmet, ebben az évben ezt még az önkormányzat nem fogja tenni, és április 2-án lesz a szülégetekezet a Kocska István központi iskolában, tehát a Lóda utcában. Tehát 16-30 perckor várjuk a szülőket, a gyereklődőket. Tehát ezt meg kell még tennünk, tehát hogy nehogy kimaradjon ez a korosztály, tehát azonnak kötelességünk. Nyilván, hogyha ezt az állami kézbe fog kerülni, illetve ingyenesé válik, akkor más lehetőséget keresünk, tehát ezt szeretnénk folytatni, akár rotavírus keretében, vagy más lehetőséget. Tehát ezt nem szeretnénk abban hagynán folytatni. Köszönöm szépen. Ötvös Attila. Arról szeretném érdeklődni polgármester úrtól, hogy ugye a rövid időn belül indul a fürdő előtti beruházás. És hogy ennek a, tehát a fürdőnek a zavartalan működését hogy kívánják, illetve a parkolási célt megoldani, hogy van-e már valami elképzelés. Köszönöm szépen, nagyon rövid időn belül még azért nem indul, a előkészítési és közbeszerzési folyamatok azok zajlanak. Mostani tudásunk szerint az nyár második fele lesz, amikor érdemleges építési munkák fognak ott megtörténni. A elképzelésünk az az, hogy a nyár folyamán a fürdő előtti parkoló része még lehet parkolni, illetve a volt kertészetnek a első harmadát szeretnénk úgy átalakítani parkolóvá saját kivitelezésben. Áprilisra fogunk erre hozni egy előterjesztést is, ami arról szól, hogy jelentős mértékben nőhet a parkolók felülete, és a beruházás nem fogja a fürdő utcát a fürdő működését zavarni. Ezt szeretném még megvalósítani, ami egy korábbi régi terv volt már, hogy egy elkerülő útnak a megvalósításával gyakorlatilag a Balmazújvárosi útról a üdülő terület az megközelíthetővé válik. Ott nekünk egy nagyságrendileg egy 500 méteres szakaszt kell az útalappal ellátnunk. Ez lehetővé teszi egyébként, hogy a Fürdő utcán a teherforgalmat is ki tudjuk zárni. Így maga a turisztikai forgalom az nem fog zavarásra kerülni, és egyébként meg a szezonban is plusz parkolóhelyek fognak kialakításra kerülni. Török képviselő úr? Én a lakosság figyelmét szeretném arra felhívni, hogy a határba járók kutyával, meg különböző területeken ügyeljenek, mert elkezdődött a területen a róka immunizálással kapcsolatos veszettség elleni védő anyagok kiszórása, és hát ügyeljen mindenki, mert az akár halálos is lehet, ha akár jószág megeszi, vagy gyerekek fogdossa, megnyalja. Köszönöm. Ki lesznek téve a táblák, tehát figyelmeztető táblák, de azért úgy érzem, jó, ha tudják.
Dr. Jász Enne, a polgármester. Köszönöm szépen, hogy felhívta a képviselő a figyelmet, és én is szeretném fölhívni, hogyha valaki ilyen csalétket talál, és azzal érintkezésbe kerül, feltétlenül keresse meg a házi orvosát. A házi orvosok értesítve vannak erről, és a teendőkről is fel vannak világosítva. Tehát akár a önmaga, vagy a saját gyermeke talál ilyet, akkor és érintkezésbe kerül ez a csalétekkel, akkor az orvost kell keresni. Hol a képviselő? Egy baleseti veszélyforrásra szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a Dobó István és a Magyar utca kereszteződése, tehát az utcasarkon van egy nagyméretű villamos elosztó szekrény, és a közúti jelzőtábla egy olyan párosítást alkot, hogy aki a Dobó István utca felől kijön és kitekint a Magyar utcára, ahol a kanyarodik az út, tehát az ív nem belátható, olyan holtér van, hogy mikor balra elnéz valaki, akkor ha beér az út mellé, akkor egyszerűen nem látja azt, hogy jobbról kiközlekedik. Tehát valószínű, hogy közlekedik-e valami, vagy jön-e járni. Fel kellene hívni a közút fenntartónak a figyelmét erre, hogy vizsgálja már a tábla elhelyezésének, vagy az arrább helyezésének a lehetőségét. Ezt a környéken lakók jelezték nekem, megnéztem, és valóban így van. Tehát az ember jön ki fel a Dobóról, balra néz automatikusan, és mire jobbra nézett, az a nagy holtérbe eltűnik akármilyen jármű. És mire odaér az úthoz, akkor már ott van előtte. Köszönjük a jelzés képviselőt. Csak egy figyelemfelhívás. Nagyon sokan megkapták már a városban a tájékoztatót az EON-tól, hogy ismét zajlik, vagy fog zajlani egy fa csonkolási eljárás. És hát tudjuk régóta, hogy meglehetősen brutálisan szokott ez lezajlani, de abban az esetben, hogyha azok, akik otthon tudnak lenni és tudnak konzultálni a műveletet végzőkkel, akkor az egy viszonylag elfogadható megoldás is ki tud alakulni. Minden esetben keletkezik viszont nyesedék, gallyak. Általában az a szokás, hogy aki teheti és el tudja szállítani, vagy maga föl tudja használni, akkor ez természetes. Itt egy kérdés van, hogy akik ezt nem tudják megtenni, a város közreműködésére számíthatnak-e? Elég jelentős mennyiségben szokott ilyenkor keletkezni gaj, illetve nyesedék. Igen, de azt nem tudjuk megérni, hogy azonnal el fogjuk szállítani, mert szállítási kapacitás hiánya. Illetve azt szeretném jelezni, hogy aki viszont maga elvégzi a karbantartását a fának, akkor azt már a leonos emberek nem fogják megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm az úrpolgármesterről. Én arra szeretném visszakérdezni, szó volt a Minden gyerek reggelizlen programról, amit megszavazott a képviselőtestület és költségvetésben biztosította ehhez a forrást, hogy ezt meg lehetne legalább egy próba időszaknak tekintve, itt most még 2 hónap van a tanítás befejezéséig, tehát, hogy ezt ebben bizottsági segítség kell, hogy elindulhasson ez a program, vagy a önkormányzat munkatársai, tehát, hogy bonyolítanánk, vagyis azt javasolnám, hogy legalább május hónapban, egy hónapban próbáljuk ki, hogy szeptemberben már zökkenőmentesen indulhasson. Én kérném a bizottság, a szakbizottságnak hogy akkor erre, az igen, hogy gondoljuk át ennek a gyakorlati megvalósítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tóth Ibrének telefonos értesítés érkezett. Illetve nem is a polgármester úrnak szerettem volna a kérdést feltenni, a jegyző úrnak, azért nem mondtam most el. Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy több irányból elhangzott, hogy van-e lehetőség arra, hogy akik az értesítőben, kiértesítőben megjelölt időponton túl szeretnének letenni esküt, tehát milyen lehetőség van erre, mondjuk szombati napon például meg lehet-e ezt oldani, mert van, aki csak olyankor ért át, távol lakó, nincs itthon, és akkor erre szeretnék egy választ. Mégiscsak én hozzám tartozik, mert én fogom az esküt kijönni, és arra szeretném mindenkit biztosítani, hogy a szavazás napján is a szavazás előtti időpontot fogunk tudni biztosítani, mert akkor biztos csak ott lesz mindenki. Nem? Jó? És akkor egy ilyen pót eskütétel lehetőségre lesz lehetőség. Hajnali 5-kor vagy valami. Hát majd ezt megbeszéljük. De természetesen majd megbeszéljük, hogy pontosan mikor. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek, zárt ülés rendelek el.